Most már jó. Tök fura, hogy a maternál, amikor még be is írtam a matel, pedig mesélj köszönt is ide, akkor most nál sem működött, akkor a stream, vagy nem működött? Mi volt a probléma most? Faszom ki van most már Twitch-el amúgy ösztön, szóval most már lesz a patya a faszomat a Twitch-re, most már tényleg. De most már tényleg. De mi ez most? Hova lett a konkrét videók? Szervusz Gergő. Örülök, hogy most már működik. És azt mondja már nekem valaki most, hogy Mater itt van-e most, izé, amikor beköszönt, akkor most volt streamen, mert ő már beköszönt pedig. És a fantasztikus köszönésem, baszki, most tök jó, beidőztettem ezt a jó kis köszönést, ezt a nagyon rímes, ritmussal teli köszönés, és most már nem fogom még egyszer megismételni, mert nem tudom még egyszer megismételni. De faszom ki van. Ilyenkor kell ezzel szopni. Szerencsém most a 16 perc ment el, hát most akkor így ezzel, na mindegy. Ennyi szopás, komolyan. De mikor még ment a starting screen, akkor még izé, akkor Mater be is írt, be is köszönt. Beköszönt, hogy üdv Matthew úr, akkor ha beköszönt, akkor működnie kéne a streamnek. Azt mondja nekem valaki most, hogy valaki bejön, az bejegy gyorsan valamit, azt nem is nézi, hogy van-e kép, vagy nincs kép. De baszna. Ugye akkor még volt kép, aztán már nem lett, nem értem. Youtube-on megszopatnak, ha nem vagy családbarát, itt meg szerver basz meg. Hát itt minden megbasz az a baj. Semmi nem jó. Copyright tartalmak miatt, meg ez egy családbarát nélküliség, meg ilyenek. Hol azt nagyon izé, nagyon mi az, hogy is mondjam. Nagyon napra kész a László. Hiába, nem tudom elküldeni, miket akarok, mert László még gyorsabb, mint én. Gyorsabban reagál, mint én. Ezért akkor még rossz a topás az egész. Ez is a rossz, a Dága Twitch-ben most, hogy azt írja, hogy nulla nézőm van, vágod, nulla, nullán vagyunk konkrétan, nullánál állunk. Olyan nulla, mint a kurva anyám. És mégis, itt azt látom, hogy te vagy itt Gergő, én vagyok a Fábis itt van, meg a Mate is itt van. Ez már alapból három. Én csak próbáltam a mobilom, meg itt is be. Hát ugyanaz, mint nekem volt nálad. A Halo meg a Defiant Honor ostromnál, ugyanez volt nálam is. Pontosan, és még én is megnéztem maga saját magamnak. És saját magamnak se töltött be a videó, az a vicces. Beteg. Beteg. És ilyenkor kurva szar ilyenkor. Mi van, ha valakinek nincs nézője? Mert hogy nálad is volt ez szerintem, nálad is akkor pont nem tudom, nem volt néződ akkor. Mi van akkor, ha valakinek nincs nézője, akkor is nem tud szólni akkor. Mondjuk az a szerencsé, hogy én általában ilyenkor a netet bekapcsolom a böngészőt, és akkor visszanézem általában, hogyha itt egy böngészőn keresztül, a Twitch-en keresztül, hogy most így működik-e az egész videó, vagy nem működik. Általában mindig rá szoktam nézni legtöbbször. Most pont nem néztem rá, de most ránéztem volna. Szóval hogy ebből kifolyólag rájöttem volna viszonylag hamarabb, mint átlagban, de ez kurva szar. Ez miért csinálja, ezt nem tudom. Szerencsé, hogy megnéztem azért. Először a Facebookot néztem meg, láttam a telefonon, hogy megjelent a Facebook üzenet, akkor mi jól megnéztem. Nem baj, a Dark Souls tenap jól ment. Az biztos. Konkrétan az első Dark Souls streambe is hármat basztál meg, három izé streambe, vagy három stream, három boszt, és a most a másodikban is három boszt szopattál meg, ez elég kemény. Már hat boszt megvan. Konkrétan most én meg tudom mondani, hogy hogy haladtam két stream alatt, de kb. Így.
itt haladtam nagyjából, szóval sok nem ment el azóta. Na de. Úgy nem tudom. Inkább nem beszélek erről, inkább majd. Beszélek erről máshogy. Máskor. De most jön Brighton, szóval most jön a leragadás. Hát meglátjuk, az nem olyan biztos, mert nem tudom. Sokan mondják, hogy nagyon nagy szoszopatos, meg szarisz a Brighton, nem tudom. Én ezt nekem szarabbnak találtam a Sands Fortress-t, sokkal szarabbnak találtam, az inkább szopatósabb szerintem, nem is nekem. Az volt, meg az Anor Londo, az volt sokkal buzibb, meg a... New London Ruins, a szellemekkel suttogás, az volt az igazán baszás, meg aztán a... Mi volt még? Gondolkodok, meg lehet volna még az a másik, ami hasonló, de nem, szerintem ez a három volt, amit tényleg nagyon szabatos volt, és nagyon idegesítően rossz volt. Bár inkább New London Ruins a legszarabb pálya szerintem, mert azért tisztára már, és nekem nagyon nem tetszik az a pálya. Abból is a szellemek miatt, meg alapból is tényleg, hogy ilyen frusztráló az egész pályákat, és csak át akarok futni az egészen, és kész. Nem akarok vele sokat szöszölni. Szegut Bazi, szép jó esélyt néked Bazi. Üdvözlök a streamben, nagyon faszal, most úgy néz ki, hogy működik akkor, és még időben, idő előtt sikerült rendeznünk a problémát. Szóval csak 16 percünk ment a kukába, és nem úgy, mint a izének volt, nem mint a Gergőnél volt, hogy kb. Egy óra ment el, vagy több mint egy óra ment el ezzel. Ez stream baszott, konkrétan. Szia, Mater! Mater, várjál! Mater, állj meg! Állj! Amikor először beköszöntél, mert láttam, hogy először beköszöntél még ilyen 9 előtt. Én 50 valahánykor. Még mikor ment a starting screen, akkor ment a stream? Láttál amit a képen? Már azt nem tudom. Mert elvileg most újra kell tinteni a gép az egész streamet, mert valamiért nem működött. Meg volt távol teljesen. Nem ment a stream akkor? De ilyenkor, hogyha valaki látja, hogy nem megy a stream, és sok-sok effort után sem megy, akkor ilyenkor nem az kell, hogy üdvözd, Matthew, meg ilyenek, hanem az, hogy bazd meg, nem megy a stream, segítség, indítul, te fasz, valami. Mindegy. Szerencsére megoldottuk a problémát, szerencsére idő előtt még, 16 perc ment el csak a kukában, de nem baj. Most az a unalmas starting screen nem lesz benne a streambe, sokat nem veszettünk szerintem. Egyedül azt, hogy most az a csodás, tök jól beidőzített, tök faszán megcsinált elővarázsolt, előre állítozott beköszönést, az pont nem sikerült már lerőszíteni, mert az ilyen tök faszán beköszöntem, most én tök egyedien, és pont mondjuk én egyedi faszán beköszönök, pont akkor menj el az egész a faszba. Én is így kellett volna írnom neked. Az igen. Azt kellett volna, hogy én is volt te buzi, nem látok semmit, te fasz. Azt kellett volna, te rohadt keszi basz, mert hát nem látok semmit, hogy sötét az egész kép, sötét a kép, hadd indítsd újra. Én szerencsé, hogy ilyenkor még megoldott a... Mert most már egyszer már ezt tapasztaltam a Gergőnél, ezért tudtam, hogy most nyilván milyenkor a teendő. Ilyenkor is tök szar nem is értem, hogy ilyenkor most ennyit tudom, normálisan, mint mindig a streamet, és akkor egyszer csak hirtelen gond élet, és akkor ki, X, ennyi, nem megy. Hálózati hiba, mindenkinél azt ír, és mert hát, hogy nem is azt írta ki, szóval kurva jó volt. És éppen ezért, ilyenkor, hogyha kikapcsolod és újraindítod az egészet, akkor már jó lesz. Nem értem. Nem értem a problémát. Mi változik a kettő között? Mi változik a kettő alkalommal? Sötét, mint Sauron segge a kép. Az igen. Újra kezdtem a DS-t. Na. DS egyet? És hogy állsz? Most a Gergő is nyomatja most a DS-t amúgy. Ő is éppen streameli.
Tanap is, mert tanap előtt is azt streamelte. Igen. Vasárnap is és hétfőn is. Azt szép. Hogy halsz matermesterre. A matermester szarul. Attól függ, milyen kaszta játszol most, mert ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy mi varázsló kasztot akartál kezdeni. Ez igaz? Varázsló van nyomod most? Most is? Vagy ami új fajta, ami könnyebb kaszta esetleg, ami nem emész fel annyi izét, kihívást. Mert a varázslók az egyik leg, hát az egyik legizé difficultibb. Akkor azt a tényleg azért oda kell figyelni, tényleg, és arra sokkal többet rá kell készülni az ellenfél, sokkal többet kell farmolni is, grindolni meg ilyenek, és sokkal inkább rá kell feszülni az ellenfélre. Sokkal nehezebb az egész, sokkal másabb a taktika. A varázslók kezdők azt. Az a másik. Igen, ez pontosan így van amúgy. Balta ex, meg pajzs, hát az teljesen jó. Hát az teljesen jó. Szerintem sejtem, akkor melyik van neked, nem? Azt hiszem a... Neked nem a pyromancer van neked? Azt hiszem annak van ilyenje. Attól függ, hogy ilyen egy nagyon levert, ilyen kis parasztos, ilyen... Hát majdnem már hajléktalan szintű ilyen dzsungeles szökevényes ruhád van már szinte. Ilyen rongyokból álló ruhád van, akkor az az. Ez a képek baznak, hogy néznek, Jézusom. Na jó van. Szóval, kezdjük el szerintem a Shadow of War-t. Kíváncsi azok, hogy a Shadow of War-ban mennyi van még hátra. Szóval ezt akartam még mondani, miközben még ez erről maradtunk le mindannyian, ezzel a monológról, hogy úgy állok most, mint a Gergő. Mint a Gergő. Mert a Gergő, mi a helyzet? A Gergő az a helyzet a Gergővel, hogy egész nap Dark Souls-ozni akar. Egész nap non-stop Dark Souls, minden nap streamelnek olyan Dark Souls, igaz? Én is ugyanígy állok, csak én a Dragon Ball-lal állok így. Egész nap Dragon Ball-oznék. Egész nap streamelném a Dragon Ball-t. De mivel, hogy gondolni kell másokra is. Akik másnak is akarnak nézni, nem csak Dragon Ball-t, és nehogy meguntassak mindenkit ezzel. Ezért muszáj a változatosságra ügyelni. Ezért lesz most Shadow of War. És most ez egy tök jó most, hogy tegnap elment a stream. Amúgy de jó, hogy Claymore-ral már tudok valami szetet is tudok fel tudok venni magamnak. Ez igaz? A Claymore volt tényleg jó. Csak azt elfelejtettem pontosan hol lehet megszerezni, de akkor most már jó, hogy megszerezted. El nem tartom meg. Ha megvan az fel. Akkor az már jó. Az már jó jel. Szép estét, Kenta! Szervusz! Üdvözlök a streamben! Lassan mindenki megérkezik, aki számít. Már csak a László jelzik, meg még a Penfri. Esetleg még a Tremi. Bár mondjuk, most Shadow of War van, szerintem a Sasuke is meg fog jelenni, és remélem. Mert ő neki nagyon tett, nagyon fekszik, ahogy láttam, tapasztaltam, a Shadow of War nagyon tetszik neki. Bízunk benne, hogy így lesz. Szóval, amit akartam mondani, hogy picit felviszem a kamerát, picit kinyitom magamat, nem sokat, egy picit. Szóval azt akartam én mondani, hogy ez pont jó volt, hogy tegnap nem volt stream, net gondok miatt, hogy az, mint pénteken csak izébb volt, tetemesebb volt, és folyamatosabb volt, nem állt meg. Nem jött helyre, mint pénteken. De pénteken mindig helyreállt. Most tegnap nem jött helyre egyáltalán. Tegnap nem jött helyre egyáltalán, és ezért kukába kell dobni az egészet. Nem kell controller. És ez itt pont jól mondjuk, mert most akkor hétfőn lett volna, meg szerdán lett volna, mert midőről Shadow of War, és csütörtökön meg kedden lett volna Dragon Ball, és lehet, hogy most így pont jó, hogy megfordult az egész, megcsejjelődött, és inkább szerdán is pénteken lesz a Dragon Ball, és
kedden és csütörtökön az izé, a War, Shadow of War. Mivel hogy, akkor azért pont be van, jó, be van lenne időzítve a Gergőnek például, mert a Gergő most inkább a Shadow of War-t akarja inkább nézni, és akkor pont akkor lenne Shadow of War, amikor akár elejétől végig is tudhatna lenni, most elejétől tud lenni. Most ha hétfőn és szerdán lenne a War, akkor nem tudnám kb. Csak izé stream után nézni. Én viszont akkor csak a Dragon Ball-on majd le, hogyha streamel. Rendben, Kurafi kölyök. Itt van. Köszönöm szépen, Kurafi. Uraság. Most már valaki. Egy hang. Várjunk. Lehet, hogy picit fejebb kell hangosítani a dolgokat. Így. Szóval mondhatni picit a változatlan maradt, mondhatjuk úgy a menetrend. Annyi vagy minden arrébb lett egy eltolva. Szóval most kedden akkor, most ma Shadow of War, holnap Dragon Ball, csütörtökön megint Shadow of War, pénteken Dragon Ball, mondjuk az ugyanígy volt, szóval onnantól az marad. Csak a vasárnap még nem tudom, hogy mi lesz. Mert így most, hogy picit arrébb lett húzva az egész, arrébb lett tolva. Meg ugye az, hogy a szombaton ugyanúgy nem lesz stream, azon nem változtattunk semmit, mert nem kellett aggódni. De a pénteki Dragon Ball és Sea of Thieves megmarad. Amúgy a Sea of Thieves-nél az érdekesség van, mindig ilyen szkeptikusan állok oda hozzá, hogy mindig biztos unalmas lesz, biztos szar lesz, nem lesz jó, de amúgy meg ez most előző héten szombaton is így volt, meg az előtt héten szombaton is így volt. Az elején még egy picit nehezen indult be, de utána végén nekem nem is nagyon tetszett. Miközben elmegy kb. 1-2 óra, szerintem talán már egész jól beindul a dolog. Főleg azért, mert tök jó játszani közösen. Másokkal amúgy, Sea of Thieves az úgy jó, hogyha van kivel játszok, ott egy nagyon jó, meg közben el tudtok hűlni. Főleg, hogyha humoros a társaság, akkor pláne. Szóval igen. MH a téma. Nem mondj még semmit, de szerintem Eri nem a vélszerint az ánya Overhaul-nak. Most mondom, hogy befogadott. Igen, nem mondok semmit erre. Ez egy tök olyan kérdés, amit abszolút meg fogsz kapni. Olyan kérdés, amit meg fognak válaszolni téged az ARK, az story ARK végén. Mi volt ez a ugrás? Na mindegy. Szóval a story ARK végén meg fogod kapni a választ. Kenta, ne aggódj. Ezért nem válaszolok semmit erre. Jó feltapogatózzon, annyit mondok. Na szóval. Közben elhatoztam, most meg kidobtak a hangszobából, mert rendeznek egy... vagy nem tudom mi. Rankedeznek? Kidobtak a hangszobából. Szó szerint kidobtak téged? Kihajítottak? Hogy... na bazs, itt most húzza a gecibe, vagy valami. Ez komoly. És akkor ilyenkor neked szólóba kell ilyenkor rankedezned, hogy picikét feltornázd magad, és akkor egy hasonló rangon legyen, mint a többiek, és akkor ezzel újra tudja állangozni a többiekkel? Úgyhogy... hoppá! Lady Gauntlet. Hol jársz most amúgy? Kenta. A Red Riot-os zénél? És Fatogamnál? A duo... 2v2-vel? Vagy hol jársz? A Red Gauntlet, akkor gondolom ott már jártál akkor. Ha azt már tudod. Na szóval... úgy elég volt már mikor? Csütörtökön játszottunk utoljára? Azon majdnem egy hete játszottunk Shadow of War-ral. Azért is volt, hogy előző héten csak Shadow of War volt szinte mindig. Ezért... ez is...
volt egy kis szünet. Meg ezért is csináltam ezt, hogy olyan sokszor volt a Shadow of War, mert tudtam, hogy ez lesz, hogy szinte Dragon Ball lesz szinte 90%-ba. Ritual. Ritual Blade. Eltariel. Mit kettő küldjem el Eltarielnek? Fire and Fury. Or. Ez a helyszínen van benne. Szét Ungolban majd a helyszínen, ez jó lenne, mondjuk nekem. Ez nőnemben van. Karnal Quest. Burning Forest. Hát, nem tudom. Bár mondjuk az előző, amit utoljára csináltam, az elég rövid volt. Ha jól emlékszem. Poison Road. Ez meg akkor itt van a seggemben, akkor inkább ezt sem, meg akkor itt van konkrétan egy köpése. Tudtam még mikor kell abba hagyni a hatot. Én is úgy érzem. Őszintén szóval, hogy én néztem az Janinek a streamét például hétvégén, azt sem tudtam, mi van. Mik voltak azok a skinek? Hogy néztek ki? Undorítan néztek ki szerintem azok a skinek amúgy. Azok az alapból beállított skinek, azok másoknál, az operátoroknak. Meg ez az új pálya, ez a... nem tudom milyen faszom volt, egy stadion, vagy nem tudom milyen pálya volt ez, de mi katasztrófás nézett ki szerintem, borzasztó rossz volt. Fatgun mégse fát, igen. Most volt ki is Origins. Akkor ez ilyen 9. rész, 10. rész nagyjából? Most indul be az egész akkor majd. Most indul be. Csak az egy probléma, hogy ez az árka egy problémán van, kurra gyors volt. Rohadtul elkapkodták. Főleg azért, hogy például volt az a, emlékszel, a harmadik évadban, volt az a vizsga. A harmadik évad második felében volt az a vizsga, az engedélyvizsga, hogy már tudjanak közé profi hősökkel is együtt dolgozni, mint gyakornok. Az... ha jól emlékszem, 24 fejezetes volt mangában 24 darab fejezet. És azt animében 12, pont a felére csökkentették, 12 rész alatt megcsinálták, 12 részre csinálták meg. És ez a árk, ez a Shihasaikai, vagy ez az overhaul-os árk, 42 manga fejezetes volt. És ezt meg lezavarták 16 résszel. Mivel, hogy még az előző évadban, a harmadik évadban még utolsó két rész már ezzel indult. Ezzel fejeződött be utolsó két rész, mert már ez az árk volt. Szóval konkrétan 16 rész alatt lezavartak egy 42 fejezetes baszást. Szóval kurva fura, és nem értem, hogy miért kellett ennyire kapkodni. Rohadtul elkapkodták, ez a Kirishima Fatgun harc, ez lehetett volna két részes is amúgy nyugodtan. Mert rohadt gyorsan elzavarták. Szerintem semmi nem volt. Nagyon gyorsan elzavarták, mint a szar. Nem tudom, nem volt eddig hasonló, mert eddig mindig nyugodtan, szépen, szép lassan haladtak, és tényleg így felvezették az egész a sztorit, meg a harcot is jól felvezették, és sokáig tartott nagyjából legtöbb. A Tamek is. Az is lehetett volna szerintem egy két részes nyugodtan, főleg ami most fog jönni majd. Például az izé is. A milliójék majd jönnek, akkor az is például annyi gyorsan lezavarták, hogy ami elképesztő. Szóval nem tudom. Lehetett volna inkább nem 16, hanem 20. Nyugodtan 20 lehetett volna legalább. Csak hogy a fele akkor elment volna. Na mindegy, ez csak ilyen szőrszállásolgatás mondjuk, de nekem ez nem tetszett. Tehát azért nem tetszik nekem ez, mert minél inkább még gyorsabban elhúzzák egy bizonyos árkot, akkor annál gyorsabban utolérik a mangát, meg annál kevesebb rész lesz, amit megalkotnak, és annál kevesebb My Hero rész van akkor. Nem jó, nekem tetszik. Tehát minél több részt akarok. Minél tovább tart, annál jobb. Én nagyon néztem, ki is jól meg Mina egy suliba jártak. Na ja, igen. Az mondjuk én is meglepődtem. Ez valami új, az egy nagyon csavar volt, ez nekem tetszett. Mekkor látszolt valami újfajta romance kapcsolat kettőjük között, mint a kettőjük között lenne valami.
De ez nagyon kezdetleges volt, szóval nem volt, nem álltam talib sok mindent bent belőle, de valami volt, a kezdet. Mert kezdte valaminek. Várjátok egy picit. Bad Roman. A DS-ből 30 körül vagyok, és csak HP-re raktam. Csak HP-ra? Hát azért... Hát oké, de innentől kezdve rá kell menned a... Attól függ, mit akarsz. Főleg, hogyha most az a baj, hogy a Sorcerer vagy, akkor nagyon szét kell osztani, mert most például a Strength Buildnél ott elegendő pont, ahogyan mondtam a Gergőnek is, meg ő is kitalálta magát, és hogy három fejlesztésre kell rakni, a HP, és a Vitality, az Endurance, és a Stamina, meg az Equipload, és a Strength, ennyi. Többen nem is kell rakni. Köszönöm, miért? Mert nem sebzel, nincs damage. Akkor, hogy vesz ekkora HP-t, bazzak, hogy kilóg a képernyőről. De semmit nem ér az, hogyha konkrétan ekkorát ütsz, ekkorát, ilyen kis hangyafaszit fogsz beleütni a kis izé, kis bossba. Ekkorát, ha nem nyomod a strength-et, akkor évekig csapkodhatod a izét az ellenfelt, és nem fog meghalni. Meg, ha Endurance nem nyomsz, akkor staminás se lesz, akkor kb. Két dodge-olásból, vagy két ütésből meg elfogja a staminát akkor. Az is kell, arra is rá kell gyúrni akkor ez miatt. Meg az ott van az Equipload, ami szintén növeli az Equiploadot, növeli az Endurance. Hogyha az nem növeled, akkor még konkrétan páncél se fogsz tudni felvenni, mert kb. Már most akkor izé feltrollni fogsz, és dagadt módjára fogsz izé gurulni. Tehát lassan fogsz menni, már legalapvető páncélokat se tudod felvenni. Ezért fontosak ezek. HP-re van, semmit nem érsz. Mert csak izé azt, hogy most több HP-t lesz, de attól főleg többi meg semmi nem lesz. Rohadt hamar el fogsz száradni, nem lesz staminál semmi. Hát, damage-ed se lesz. Én ezt szerintem inkább legyen baszó damage-ed, ami kb. Sokkal hamarabb legyűri az ellenfelet, mint 600... 6000 kilométeres HP-d. Szerintem. Mit akar az ember? Megmentem a kapitányomat. Kapitányunkat. Kapitányokat. Amúgy ma végül megkaptam a lootot. Az NPC-től, attól az aranyköcsöktől jó kis ring. Mit kaptál? Mit kaptál? Ring of Favor, igaz? Ring of Favor? Ide nekem nyújt. Az alapból is hívás. Havas a Gergőre. Igazat mond. Ki beszél? Ki pofázik? Ring of Favor? Fasza. Mert ezt akartam, vagy ezt én mondtam is neked, dilemmáztam is erről, hogy a... Ugye akkor meg, hogy és nekem sosem sikerült meccsen, mert a stream, amikor streameltem, akkor próbáltam megszerezni ezt a dolgot, hogy most én megölni még mielőtt a Firekeeper-t megölít, csak azt mondom, hogy túlságosan elkéstem és túl késő tartogattam. Szóval és akkor, mikor ott a beim védelem, akkor megölöm, akkor megkapom a Ring of Favor-t. Cserébe voltam kíváncsi, és amúgy ilyenkor, hogyha megölöd előbb, akkor megkapod-e? De akkor megkapod előbb is, ilyenkor is, akkor nek rohadt mód örülök, nek kegyetlen mód örülök. És akkor ezzel az összes Firekeeper szól is megmarad, és ez meg nagyon fasza. Szóval nekem még faszább lesz, mint nekem? Mert neked aztán plusz 6-osra fel tudod vinni az Estus. Nekem csak plusz 5-ig tudtam csak felvinni. Szóval neked fasza lesz, neked Gergő. Neked legfaszább lesz. Egyébként nagyon látszik, hogy Midoriya és Minyo teljesen ki vannak fordulva magukból, annyira ostorozzák magukat a történetek miatt. Ez így van. Hát persze, mert konkrétan az a szerencsétlen kis csajkábbi ott ahogy van, hát nem is tudtál pontosan, hogy ki az a... Nem is kinek is adták oda, vagy kinek hagyták ott azt a gyereket. Azt hitték, hogy jó kezedben van, meg ilyesmi. Aztán rájöttek arra, hogy az a... Valójában mit is tesznek vele, meg ilyenek, és konkrétan hogy hagyták ott úgy, hogy van ott szemük láttára elvinni a gyereket, úgyhogy most tehettek is volna vele valamit. Ez így elhiszem.
Mondjuk azt, hogy konkrétan azt gondolják, hogy a lelkükön szárad most a Eri Chan-nak a sorsa. És ezért mindent megtesznek, hogy aztán ezt a balülsült alkalmat kiküszöböljék, és hát ugye kiavítsák ezt a hibát. Vagy ők meg kimentik majd a kis csajt. És meg is teszik mondjuk, meg is teszik, ahogy veszük majd. Meg is fogják tenni. Én ki sem engedtem azt a fasút, vagy faszt. Várjál. 30-as. Hol vagy most, Mater, most pontosan? Nem tudtam, ezért nem ezt akartam. Ezt telefelni akartam. Na mindegy. Ó, baszom szád. Finish him. Anya. Tehát, ha nem ölt meg még a kvéleg előtt, ez a fontos, a kvélegig, azt hiszem még van esélyed, nem tudom pontosan, hogy meddig van a cellánban, azt most nem jut eszembe, de azt mondom, hogy addig van lehetőséged megölni, amíg a kvéleget meg nem ölted, amíg a Blightában. Tehát megvan a kvéleg, és már a második harangot is megkongattad, akkor mondtok, ez a vége. Na, akkor megbassza akkor ezért a Firekeeper-t. És azért is szar az, nem csak, hogy az egy Firekeeper szólt el kell cseszned akkor, ahhoz, hogy felélezd, csak el fog használódni feleslegesen egy Firekeeper szól, hanem amíg a Firekeeper-t vissza nem szerzed, fel nem érezted, akkor addig azon a területen a bonfire inaktív lesz. Nem fogod tudni használni azt a bonfire-t, azt a Fire Lightning Shrine-ba. Szóval az nagyon rossz. Az rohadtul szarja, amikor what? Noruk! A terv készítő! A gargoylok jönnének, hogy a Moonlight Butterfly. Hát akkor mi van időd akkor? Hát akkor most kell majd oda mened majd a Mystery kivel tudod kinyitni azt a pasas. De mi az Isten? Már ilyen kevés élete van? Hát mit csinált vele? Ingyen szétszopatja a gyerek? Hát ilyen akarom beintézni. Sőt, én izélni akarom. Magam mivel akarom tenni. És társam mivel akarom tenni. Rick Rute! Loyalty for the Bright Lord! Legyél lojális a Bright Lord-dal! Nem mi akartam, na mindegy. Level 31. Mission completo. Completo de Juni. Nagyon jó. I think I've had enough of Bruce and his antics. You know what must be done. Death will not suffice. Make an example of him so that he will serve as a warning to all who would follow his lead. Igen, ez a Rock, vagy hogy hívták a hős nevét, amúgy nekem az is ideges tett, nekem is ideges tett az a csávó. Az a másik, hogy sokat nem adott hozzá az egészhez. És ott volt egyéni megjelenése története nem igazán volt, egyéni harca sem, jelenetei sem voltak így, ami tényleg kitüntökölt volna, vagy valami. Ez csak ott volt, futott a többiekkel, aztán ő meg szépen majdnem elvészett kb. Ott, amikor megszúrta, ledöfte a Himiko. Szóval... Szóval épp ezért... Szia, az a mindenki, de ennyi kölyök, igen, az nagyon idegesítő volt. Utána, amikor már itt voltak, és már tényleg ment az akció, akkor már mondhatni, hogy picit azért tiszteltudóbban beszélt, már nem volt annyira lekezelő a többiekkel, szerencsére. Szóval az nem volt olyan nagy probléma, de tényleg, hogy igen, nem... Látszott az, hogy ő egy inkább ilyen töltelékesebb karakter volt, aki nem igazán kapott több szerepet. Ellentétben például az újabb karakterek között, például a Fatgammal például, mert ő például... Ő azért... Nem csak azért kapott ő szerepet, de egy rohadtul szeretető karakter amúgy, nekem nagyon tetszik. Főleg most, hogy ez a... Miután lefogyott, vagy nem is tudom, hogy mit csinált, elszívta a kogot, de kiszívta a zsírját kb. És aztán azzal így ilyen hatalmas, ilyen vánsát ütést tudott nyomatni, az nagyon baszó volt.
Egyik kőfejű a tag. Pontosan. A szó legszorosabb értelmében. A másik nagyon jó izé, új karakter az a Night Eye amúgy, csak azzal lesz a... mindegy. Majd... nem tudom mikor fogod folytatni. 14. részig. 14. részig izé, mi az... addig fog tartani az az árk amúgy. Pont most ért véget ez a, ebben a... ezen a héten. És előző héten, hétvégén. Most hétvégén mi volt? Mi a titka? Nekem is kell olyan skill. Ez nem a brutális skill, hogy tényleg. És konkrétan és idő kell hozzá, fel kell tartani, ez kb. Olyan, mint a Piccolo-nál a Special Wing Cannon, hogy fel kell tartani még izé, feltölti magát, és akkor hogy kb. Olyan erőt feszít ki magába, hogy leszívja a zsírt konkrétan belőle, kiszippantja, vagy beszippantja, vagy nem tudom, és akkor ilyen izmot generál belőle, és akkor így tényleg lefogy azzal. És tényleg így kb. Az egy ütéssel az összes zsírrétegét, meg az izmát, tehát minden szalát egyen ütésbe beleküldi, és akkor azzal egy ki relézeli konkrétan azzal az öklével. De nagyon brutális. Majd holnap a streamed előtt. Nem ez olyan, mint ilyenben a Goku Counter ütése. Azt mondod? Én olyan erőt fejtenék ki magamon, összefosnám magam. Ez egy brutális lenne, milyen olyan nem elhalad. Másodpercek alatt lehetne szippantani a zsírt, hallod. Előbb üssön, meg utána vissza, miközben fogsz. Ja. Igen, Mater MHA, igen. My Hero Academia-ról beszélünk, ja. A negyedik évadról. A legújabb évadról. Negyedik. Jaj, nekem... aztán láttam egy izéket ilyen... nem tudom, hogy te láttál egyébként a trélereket. A filmről, a Heroes Risingról. De ami brutális. That's how the chosen are created. I thought it'd be more. Mondjuk ezt ne nézd meg még, azután nézd meg, miután menészel a 13. részt. Igen, az a cukorkás, ez jó volt. Tessék mindenki egy cukorkát. Nekem a flash képessége kéne, tudom, nem, de majd elmondom neked, Máté, miért. Van egy sejtés, hogy miért kellene flash képessége? Jó van. Jó van. Szóval, visszatér, amit akartam mondani. Mit is akartam mondani? Szóval, hogy utána néznek a Heroes Rising movie-nak trailerét. Te csak mondod, azután nézd meg, miután a 13. részen túl vagy. Utána. Utána nézted bármikor, de az addig ne nézd meg. Mert erősen spoileres. 13. résszel való kapcsolatosan. Na miért szerintem? Hát csak gondolom, de lehetséges, hogy azért, mert hát gondolom, gyorsan jussál el izér a szupermarketbe, vagy gyorsan mehess a izébe. A legközelebbi sarki boltba, ne kelljen elmenni izér, ne kelljen tömegközlekedés használni. Mondjuk nem biztos, hogy ilyen egyszerű lenne, én szerintem sokkal kreatívabbat találtál volna ki, szerint, találtál ki szerintem. Téd a megtiszteltetés, Gergő. Téd a pálya. Már van kedved most megmondani. Megvitatni. Esetleg. Mi van ott, Haladi? Jézusom. Mi lesz itt? A rémnek. A rém. Oké, Mater. Rém. Dick.
De olyan gyorsan, hogy nem érdekel. A nő, azt észre se veszi. Jó, csak egy hirtelen megveszi. Ennyi egy cenzúrázattabban nem tudom kifejezni. De mi? Olyan gyorsan be tudod vinni a málnásba konkrétan. Olyan gyorsan be tudod vinni a málnásba. Be tudod akcióztatni, hogy még észre se veszi? Vagy mi? Észre se vetés már bekerült a izét? Bekerült a téma? Fekete lyukba, hogy mi? Rick és Morty. Az engem nem érdekel valamiért. Zsáss meg. Érte. Csak ilyenkor, annak már ilyenkor, hogy miért, nincs itt a, miért nincsenek itt a kapitányok amúgy. A drága kapitányaim. Mi volt az? Jól láttam. Istenem, meg fogok halni. De jó vagy. Téged semmi nem érdekel. Ilyenek biztos nem. Ösztén szó, hogy vagy semmi kreatítel, semmi ezért érdekelséget nem látok azok a hollywoodi rajzszímekben. Egyszerűen nem költnek le egyszerűen, mert semmi, nem tudom. Semmilyen körülmények között. A lehető leghatalmasabb körülmények között sem. Mi történt? Oh no! Hát mi kell itt? Zugor. Jaj, most mentettem ki, nem? Mi volt? Most, mi az? Most domináltam ebben a pillanatban. Megölt is most. Haha! Késő! Késő! Mondom, vélem már nagyobb kívás lesz nekem. Jól gondolom? Hát nagyobb, de nem olyan durva. Rendben kellett a jó fürdés neked. Remek pancsolást. Pancsolást, hát nincs jobb a világon amúgy. Én is imádok pancsolni. És azt tenni most. Na, gyerünk! Drawking Gold! Ott van! Defeat the Nazgul! Yeah! Attól inkább foss inkább, attól inkább. Orsztani smog. Na az ami tényleg engem is nagyon sokat szabadott engem az legelső streambe. A legelső végigjátszásomban ott tényleg ott konkrétan annyira olyan szinten azért szabadtak engem, hogy már majdnem ott adtam fel, de tényleg nem szabatos, szivatos volt. Fel valakit megpancsolni szeretsz, igen? Valakit megpancsolni. Hát vagy más egyéb embert, szemét megpancsoltatni, vagy inkább benne lenni a pancsolásban, vagy hát együtt pancsolni, részt venni a pancsolásban, az annál jobb nincs. Annál jobb nincs. Soha. Semmiben. Semmilyen nincs jobb annál. Hát amikor együtt pancsolsz valakivel. Szóval, mit akartam mondani. Kvéleg amúgy nehéz lesz, de hogyha hát annyit mondok, csak jött, na mindegy, szóval, hogy én sokszor úgy szoktam be a kvélegnél, hogy nem figyeltem a hátam mögé. Mivel, hogy szokott lávát köpni. Egy gyakran. És, hogy most elkezd lávát köpni, az ott marad a láva. Egy jó sokáig ott marad a láva egy helyben, hogy szépen elterülnek. De mondjuk elmész onnan, mondjuk esetleg ott van mondjuk a láva előtted, ott van előtted a kvéleg, mondjuk esetleg megfordul és arra megy, mondjuk pont itt van most mondjuk megfordul, ez pont most szembe veled van a kvéleg,
De úgy sikerült mozognotok, hogy most konkrétan mögötted van lába. Azt nem látod a kamerától, hogy mi van mögötted, és csak szépen mész hátrafele, esetleg kidodzsolod a támadásokat, azt hoppá, pont beledodzsolsz, belegurulsz a láva közepére, és faszán megégsz, azt sókolom. Szóval a legfontosabb a kvélednél, vigyázz a seggedre. Mindig figyelj a hátadra, hátad mögé. Ennyit mondom. Hátad mögé kell figyelni, ennyit mondok csak. Több taktikát nem mondok, de ennyi. Dodge-ot igazán a keskedémonnál éreztem, sokszor az szivatott a timing, és nem az átlag. Az átlagos dodge. Igen, igen, sokszor van az, hogy a timingnál is nagyon fontos. Közben menjünk már, hogy most jut eszembe, hogy itt szórakozok, itt már nem is csinálsz, de semmit. Gyorsan keresünk, vagy mindjárt egy pillanat. Gyorsan még megszerzem, ami itt van, mi lent. Mennyi izém van már? Itt időnem van. Kettő? Hát ez Jézusom. Ez lófasz. Szóval. Nem állunk azért rosszul. Fel sztoriból. Tehát 60, 67, 78. De hát most az izével kéne most haladni. Most az Eltariel quest voltak, most legyen akkor esetleg az a Karnan quest, mondjuk. Legyen a Karnan, mert már is több a... itt a Szétungolban, most kb. Minden Szeregoszban van, meg egy Nürnenben, szóval legyen akkor a Nürnenest csinálni, akkor most. Pedig azt hittem, hogy a gargoylok sokat fognak szivatni, többet, mint a Keskedémon, én meg fordítva lett. Amúgy nem tényleg az izi a Kapodémon, az nagyon sokat szabad. De... főleg csak a izé miatt, emiatt, a szűk pálya miatt, a szűk helyszín miatt, rohadtul szűkös ott a terep, rohadtul szar így ilyenkor, én kb. Kibaszás az egész játékosokkal. Mert két kutya, meg a rossz timing. Hát tényleg csak a szűk pálya és a kutya, az a kutyák azok a... azok miatt nehéz. A... Kapadémon, de úgy nem nehéz az se, nem lenne az se nehéz. És amúgy azért volt valószínűleg nem annyira nehéz a izé, a gargoly neked, mivel már te már végig, te már túl voltál egy DS2-es kapadémonon, DS2-es gargoylon, ami szerintem meg talán nehezebb, hogyha több is van ott, ott nem kettő a gargolyon, hanem hogy öt vagy mennyi. 5 vagy 6. Azt hiszem 5. Pisti mesélte, volt neki, mikor az hamar sikerült neki, de volt, amikor sokat szívatta. Hát ez is, hát igen, attól függ, hogy most pontosan mi... szerencsétől is függ ez, igen. Hogy pontosan, hogy tudsz pont úgy helyezkedni, mert rengetegszer van az, hogy most bemész, az egyből rádugornak, mint a szar. Egyből mindannyian rádugornak, úgy, ahogy van, és kb. Esélyed nincsen reagálni, semmi. Valamikor még pont hogy tudsz bedodzsolni, bemenni, hogy pont ki tud dodzsolni a kutyákat is, meg a kapradémont is, mindent kidodzsolsz, elfut szépen a lépcsőig, tök faszán gyorsan megölted a kutyákat, tök jó, hú de faszán, és aztán meg tudod ölni a kaprát. De valamikor meg be akarsz menni, azt már egyből rádugolnak hárma, és kb. Esélyed nincsen kidodzsolni, szóval... és ennyi, instant dead, szóval ennyi. Szép estét, Penfi! Hát szervusz! Szép estét kívánok néked, Penfi úr, a Lord Penfi. Most nincs probléma a nettel, most nincsen baj a streammel, most úgy néz ki, most minden ebben van, most konkrétan bepótoljuk a tennapi alkalmatosságot, mivel hát most Dragon Ball lenne, ha tennap ment volna a Shadow of War. Viszont hát most azért így most teljes mértékben átlettek variálva a dolgok, most el lett tolva minden egyel arrébb. De ne azt csináld már, ember! De jó vagy, basszalak.
Sokáig szabadtak engem, mert akkor még itt teszek egy darab, jó? Ne, megvan a HP legalább, jó. Remélem, hogy most már holnapi Dragon Ball alatt sikerül megcsinálnunk a Nameki szagát. Mert már csak konkrétan a Ginyu Force-ból már csak magát a kettő Ginyut kell elkapni, aztán akkor utána még jön a Freeza után, azt szerintem egyből. Valószínűleg, hogy hát ha ez a három óra csak meg lehet csinálni ezt addig. Jó volna. Csodálkoztam, hogy kinyírtam a lenti démont és nem spawnol. Lenti démon. Melyikre gondolsz? Arra nagy kígyószerű izére? Nem tudom mi a faszomra? Mi villámokat szól? Milyen faszom izé... Farka van? Igen, ez egy gyíkszerű... cuccos. Egyébként aurája is van, akár ilyen szaros... Ilyen, mint egy glóriára lenne a hátán. Arra gondolsz? Mert az olyan boss, igen, ami nem spawnol. Ez ilyen... Instant. Aki lenne Darkwood Gardenbe. Az az, amiről beszélek akkor, nem? Az nagy kigyors geci. A bejáratnál, nem? Ami a bejárathoz megy a Darkwood Gardenbe. A Scarabeus, hogy milyen faszom genyó az. Hadd purifáljam már, ha szart már, Istenem. Rére már. Az igen? Ez gyors volt? Ez gyors volt? Van, Penfri, az igen. Ez gyors volt, Penfri. Kilőtted a Kimetsu helyet, ennyi? Ez aztán igen. Hát ilyen gyorsan kilőtted a Kimetsu helyet, akkor... Meggondolom azért... Kellett a... Csak jött akkor az a tegnapi kiagyás. Több időt volt izélni. Nézni, legalább. Kapatnátok meg engem, most már komolyan mondom. Sír! Találd már el! Uff! A kutya meg bejön hátam mögé. Return to Kanan now. Throck, the Ranger! They've crawled the tree! She dwells in the tree! Looking to die! Plant you into a belt! Stop me! Mi ez nem volt elég boldogság? Most mi csinálják? Akadjak ki és akkor esek ki az ablakon, az jobban tetszik. De hát most miért attól féltem, örültem. Nem, mivel hogy hát kb. Akkor, mondom, akkor akadok ki. Most mert kb. Hát ennyi idő alatt most mennyi pár nap alatt végignézted akkor. Másféle, mint az eddigiek. Mi szar. De szóval... Kentem az elpődte meg ennyire, vagy hazudott. Ezért. Ha te mondjuk hazudtál volna, és ne, azt mondtad volna, hogy... Nem is mondtad volna, hogy elkezdted a Kimetsu no Yaibát egyáltalán. Hanem csak kimondod, hogy most amúgy kilőttem. Szóval, hogy a Kentem az volt, ugye azt mondogatta, hogy fú, ő még az első évadnál tart, a második évad elején, én most kezdtem, hogy csak el. És akkor aztán meg hát nem érted, hát én már végignéztem az egészet, hogy én már túljak az három éves tanulókkal. És ezért. És ezért lepődtem meg ennyire.
felégették az izét a fát. Közben meg konkrétan ráhaladtam a nyelvemnek, kurvára fáj most amúgy. Ráharaptam a nyelvemre, barna. Hú, de fáj bazzen most. Kurva életben. Faszai kell pofázom ennyit. Takarodjam a nyelvembe, azt fejeld le a seggem, faszát a seggem. Nek a hájáról! Konkrétan kiméhez... Kireszeled a faszomnak a tevét konkrétan, jó lesz neked? A bazzák mindjárt megég az a szar... Nem jó, nem jó. Hát meddig izéljek még? Hát bazzák, hát mindjárt megégetik, oké, az baszket, mit csináljak? Nem tudom, hogy hol írja azt, ott azt írja, hogy most már hány élete van, vagy most... Vagy mit írnak ott? Lecsókoljuk az idő, akkor mi lesz akkor? Lecsókoljuk az idő, ha letelik az idő, hogy most ha lemegy a csík, akkor mi történik akkor? Game over, mert megégett a fa, vagy... Mi a fejára az idő? Megint amikor bazeg már tudtam volna az execution-ről, annyi gecibe bele bazd meg. Úgy... És igen, és ilyenkor bazeg abszolút defeat geci. Egy hogyan is faszommal csinálom így meg, eh? Akkor itt a 6 milliárd éve, 6 milliárd helyről izélne? Istenem, hogy izé fejem most a nyelvem. Ráharaptam a kurva ilyen faszámból. De hogy sem másképpen? Hát... Ez a... Szép volt. Csak így tovább. Mert olyan izé... Ezt a faszom hentes bádos kurvát, ezt meg kell kurrálni. Remek voltál, bosszalak segbe! Na mindjárt elolvasom. És hol írja az, hogy time remaining, meddig védjem, hogy örökkön időkre végjem ezt a szart, hogy mit csinálják már? Meddig védjem ezt a fostos fát? Én még izé életben vagyok, vagy meddig... Meddig élnek a retrós évek, vagy mi van? Mi szól hangosan az ének. Ezt faszom ki van most már. Ja, hoppá. Hol van már egy izé? Ilyen gedvásított szőrös talp? Mit csináltok? Faszomat a mártonapi felvonáson gyújtsatok tüzet, bazmi. Az a szerencse, hogy... Gyerünk már! Elfogtam, mi történik itt a képernyő. Legyen már vége! Ne pont őtöld meg nem ezt a zsiványt. Mi történt most? Hogy kijöttek már oda? Na most gyertek! Basszom szóta seggeteket. Mert hogy észrevettem az egyszerűs bildet, csak kevés a játék elején tudsz ne oda grillozni. Őszintén nem is próbálkoztam még a DS1-ben. Ezével, na végre! Nem is csináltam még a DS1-et, ez Dexter's Build-el amúgy őszintén, szóval pedig a DS 3-at és a DS2-t is azzal megpróbáltam, de DS1-et eddig csak izé szerintel próbálkoztam vele. Azt hiszem, jól emlékszem. Én azt ad hiszem. Choked. The forest has been cleared. They will not be back. Na igen, azért is kell az Endurance.
el tud bírni a kardot. Ha nincs equipjód elég, akkor meg ha nincs elegendő szerinted például, hát te most, hogyha olyan fegyvert használsz, mert meg a másik, a Cyhunder. Nem is lehet használni kb, hogyha nincsen 26-os vagy 24-es strengthed. Hasznos, még folyton rálapok erre a szaros nyelvemre. Kurva élet. If Zog is able to raise the Balrog, it will be his thrall. And its power will be his. He must be stopped. Hát két kézzel. De akkor is azért... You're not coming with us, are you? Hiába ez két kiállhatom még azért. Úgy nem fogod elbírni, hogy nem feltrollni fog az ember. Dagat mondja erre buzgurulni. Pedagatni erre. Meg a Cyan, de ez kevés a staminád is. Azért is kell az Endurance. Hogy miért tőle tudja ütni az ellenfélbe. Miért tőle tovább növelsz az Endurance-t, annál több a stamina. Annál magasabb, annál többet tudsz ütni, annál többet tudsz dodge-olni egyszerre. Ilyen kombóval. A Karnan eltűnt. Felszívódott, meghalt. Vége lett. Befejeztem a küldetést. Nagyon jó. Level 32, kérem. Úgy hívják, hogy pillanatok tengere. Mi ez? Mi volt a héten a sötétség? Elsötétülés. Egy gyors is, és nem ez sok staminát. Ez így van. A Claymore nagyon sokat segít. Sokban segít. Na. Szóval... Tényleg az Unlock Skill, ezt nem is csináltam még meg. Meg sem csinálhatom. Mi ez? Shadow Strike Pull. Jó ez, mert hogyha ezt... Hát váltok, akkor ezt kiváltja azt a pontot, szóval... Egyszer csak ezekből a hármas vagy kettesebből csak egyszer csak egy lett aktiválva. Látható itt is például. Ez csak egyet éri meg ilyenkor tovább fejleszteni. Shadow Blade. Ez nem rossz mondjuk, Monster Hunter. Ja, akkor már inkább ez. Instant fogyasztás. Nem rossz. Instant tűz. Bár mondja, a fogyasztásra szerintem hasznosabb. Bár még ez is jó. Legyen inkább a fogyasztás. Azt szerintem hasznosabbnak érzem. Most jelenleg. Tudom én, az Abyss Watchers végül Claymore-ra öltem meg, miután megtaláltam. És azért 3 hónapig szivatott, más fegyverrel úgy meg elsőre meglett. Az igen? Hát ezért is látszik, viszont a Cyhunderre tudsz bénítani sok ellen felett, mert le is bénítja őket, igen, lesztegörüli őket majd. Berészegíti őket. Ugyanúgy az kell. 150-es lófasz gyűrű. Nem sokat ad hozzá, mert látom, ez nem is ad bónuszt sem. Éppen ezért nem ér semmit. Miért ez a magam egy picit fáradtabbnak a kelleténél? Az átlagnál. Valamiért ezt érzem. Lehet, mert nem Dragon Ballozok, lehet azért. Ki tudja, lehetségek. Sose lehet tudni. Majd esetleg fölküldetés? Nincs. Csak ilyen tribál geszik vannak, amik nem érdekelnek engem rohadt módon. Ezért inkább megyek máshová. Tudod, első DS élmény volt, hogy a hármas így nagyon szivatott. Azért érzem magad feladnak, mert felállt vagy. Azt a kurva élet halad. Nem is tudtam volna, nem is gondoltam volna, Gergely úr.
Nem is tudtam volna. Olyan dolgok történnek, olyan dolgok derülnek nekem, amit egyszerűen álmodni sem mertem. Álmodni sem merek, és nem is merek merni, mert már félek lassan. Félek megmerni. Outpot is nagyon lassan, nem is nagyon akarod igaz menni, azt kell, alig csináltam belőle. Hát hármat csináltam meg. Nőlem be? Azt hiszem. Azt enni. Mester, mit mondasz? Megyen a következő? Kényezetem lesz most. De én durva most, hogy most megnézted a Dr. Stone-t is, meg a Kimetson Jajabát is. Olyan ebben neki a Guilty Crown, Márti Mester. Jó? Legyen a Gergőnek gyereknap. Igen, ő is boldog, mert mégiscsak akkor a Gergő nagy kedvencet is akkor láthasd. Következő izé, anime, amit én ajánlok neked, akkor a Guilty Crown. A gitáros korona, jó nem? A Guilty Crown, igen. Ott, ahogyan leírta a Gergő, úgy írt majd be. 22 részes, ha jól emlékszem, ezért nem olyan hosszúak, nem olyan hosszú, mint ez a kettő anime volt. Azért valószínűleg is, szerintem egy pár nap alatt be fogod darálni. Már persze hasonlóképp, nem egy szóval szerintem hasonlóképp be fogod darálni. Mindegyik a izében van. Mindegyik a Szeregoszban van. Az egy nagyon jó mondjuk, mert nem kell legalább máshol menni. Arigato. És mondanám azt, hogy szívesen japánul, de nem tudom pontosan mi japánul a szívesen. Na mindegy. Örülök, hogy segítettem. Aztán majd, ha most ezt befejezted, akkor majd utána én is mondok majd valamit. Az énből. Már ha megfogja, mert a 90 ebben is ott osztom megfogta. Ha azt megfogta, akkor valószínűleg... Én is köszönöm neked! Nagyon szívesen. Ez a legkevesebb. Reversal of Fortune. Oh, All Hadir. Nem foglaltam összes az Z-Tower-t. Mert lassan már izélni kéne. Fortress-t kéne foglalni. Most, hogy Szeregoszba leszünk főképp, azt kéne most csinálni. Szeregoszba hogy állunk Szeregosznál? Az sehogy. Bár hát nem sehogy se állunk szinte. Hát mi ez? Vagy what? Ja, Szeregoszot megcsináltuk! Ja, tényleg. Ja, az a nagyon nagy máznival sikerült megcsinálni azt a dolgot. Ja, igen, emlékszem már arra. Ja, az a hatalmas nagy máz is. De mi ez a 37-es szintű noruk meg ezek? Hát ez... Isten, bazás, nem mindegy. Majd én gorgolatozok, meg ezek kelni fognak majd. De ha így nézzük, akkor nincs olyan sok hátra már. Már csak a Gorgorod nincs még meg nekem, meg a Litlád nincs meg nekem. Szóval a Litlád az amúgy se az, nem tudom, amúgy is az csak egy izé, az a DLC terület, szóval az nem kell amúgy se oda mennünk a fő sztori alapján. Szóval akkor a Gorgorod van csak hátra, még, ami nem a mi irányításunk alatt áll. Tényleg már ezzel álmodtam, ma is tuti. Kicsit kavarog a fejem jelenleg. Ezt nem csodálom. Megint neked havonta fizetni, így van gyereknapom, így van a gyereknapom. És épp ezért lesz minden hónapban egy gyereknapod, Gergő. Szóval megéri befizetni azt a... megéri szabolni, az igen. Ez is ilyen... Ez a tipikus sellout percek, ez ilyen tökéletes eladás amúgy. Szeretnél gyereknapot? Fizess elő! Havi a dual... Ezt a kurva. Euróna. Ritlad, Gondor, Ozsgilács, Lachi meg Apache, Minas Tirith. Ez itt a Minas Tirith, kérem szépen, és elég ismerős, megtűnhető, sokaknak. Ez itt Minas Morgul, and you are one man. Durthang. Ez a Black Gate. Most nézd, ez a Black Gate, baszki, a fekete kapu.
Itt játszott konkrétan a izé, a Shadow of Mordor, ezen a területen, baszki. Durtán, itt is mutatja is a beszarás, most nézem csak. Karak Angren. Ezen a területen játszott, hogy nézem akkor a izé a Shadow of Mordor. Beszarok. Én befejeztem 21 részt, mikor anyám megállt, hogy többet kéne egyek. Megállít, hogy többet kéne egyek, olyan vékony vagyok, hogy nem lakna jól velem. És megijedtem, hogy ő is démon. Az igen. A kövi hónapban tőled kérem gyereknapra Máté Mester. Great Teacher Onizukát, vagy Drororát szeretném. Köszi. Mester úr, el is fejtettem, lenne két nagyon fontos kérdésem. Na. Mi volna az, Mater? Mi volt szeretnél? Van egy sejtésem, miért az, de megvállalak, hogy mit szeretnél. És ha betállta a gondolatom, akkor felkiáltok. Huha, mennyi kérdés? Csupa kérdés, mintha tanár lennék, ha úgy érzem magam, mintha élnék az osztályfőnök. Egyéb kérdés állt, és akkor mindenki fejtszi a kezét. Nekem volna tanárom kérdésem. Mi volna az? Gergőmester és matermester? Vagy inkább tanítványok? Őszinte padavanok? Mindenkinek egy padavan. De most mi van? Fasz travelleljél már oda befele, vagy nem akarsz te oda bemenni? Travelle Joda. Vére valahára most már. Fele tudom magam húzni max a DS-ben már, mit. Micsoda? 792-re. Ezt hogy érted? Nem a Terrariáról. És tudja, hogy a Terrariára gondoltam azt, hogy azt hittem, hogy azt fogod kérdezni, hogy mikor lesz a Terrariára? és nem akkor, azt akkor is rájött a Mater. Kapizsgál. Benne van az agyamba. De most hogy érted ezt? Fel tudom magam húzni maxra DS-ben. 792-re. 792-es szintre? Vagy levelre? De ha arra gondolsz, akkor biztos, hogy nem. Én kb. A legtöbb szint, ami volt nekem egy végigjátszás alatt, New Game Plus minden szar nélkül, DLC-k együtt, egy végigjátszás alatt, azért 100 szint volt max, 100 szint maximumos. De átlagban ilyen 90, 95, 100 környékén, 90-100 között mozgott általában. Az igen. De akartam menni. Mert de hogy is volt? Matának két nagyon fontos kérdése volt. Ez az egyik. Ami nem tudom, hogy pontosan a kérdés. Mert ez csak ilyen félig kérdés, hogy nem tudom pontosan, hogy mire értetted ezt a 792-t. A második kérdés még nem is tudom, és tudom. Hamarosan kiderül. És még Gergőnök kérdés, és hát se tudom. Csupa kérdés, csupa sok kérdés, amit még nem tudok, hogy mik azok. És ez enyémben nem is válaszoltál, te fasz. Micsoda? Milyen? Ja, az... Hány fogad van, bazd meg? Azt a kurva gyöc. Hát 8 ilyen cuccot tudsz hozni. Mi van? 8 ilyen cuccot tudsz hozni. Mindéget fel lehet húzni 99-ig. Mi van? Nem értem, mire gondolsz. 8 ilyen cuccot tudsz hozni. Mindéget fel lehet húzni 999-ig. Mi van? Nem tudom, milyen cuccra gondolsz. Milyen cucc? Én nem értem. Karakterszint.
Stranger? I mean, Gravewalker, should that be Bright Lord? How many names do you have? Vagy akkor arra gondoltál? I saw Ranger, my Ranger. You sure you saw him? With my own eyes. Ja, úgy érted, na. Húzni, fejleszteni, de... Nem mondhatod, értetően. Skill, igen. A fejlesztési ágak. Vagyis, igen. Például Dex, Strength, Vitality, Endurance, ezeket. Nem. Meg lehetne, de nem lehet. Tudod, hogy... Hogy lehetne ezt megcsinálni? Vagy hackelsz, mint a szar. Hogyha tisztességesen akarod azt megcsinálni, és felhúzni mindent maxra, 99-re a Vitality-t, Dex-et, a Strength-et, az Endurance, meg a mindent, az Intelligence-et is, meg ezt a sok szart, hát kb. Több száz óra kéne, több száz, vagy akár ezer, rengeteg végjátszás kb., vagy New Game Plus 20, New Game Plus 20, 20-szor védte oda játékot, akkor esetleg, de Jézusom. Nem az, hogy egy végjátszás alatt, nem hogy nem tudod kitolni az összes skillt 99-re, hanem összesen lesz csak szádas vagy 90 akányos szinted. Amúgy szervusz, Jani. Szép első neked, János. Kedves Jánosunk, üdvözlünk a streamben tégedet. Szóval, soha kell menni? Kövessem rendbeget, de akkor menjél már. Vagy úgy érzem magad, mint egy pillanatra, mintha engem követne, és nem én követném őt. Gyerünk már, mi van? Aha. Explore the cave. Hoppá! Bruce! Hát te vagy a... Miért bujkálsz te itt amúgy? Sincs értelme mindent maxról kúrni. Azért sem... Mindenkit nevén neveztek már? Hát... majdnem. Hát de hát ha Janinak a neve, Jani a neve amúgy is a izébe is. A Twitch-en is, szóval azért őt amúgy is így lehet nevezni. Vagy nem tudod ki az utolsó boss. És farmolsz a védtelenség, hát az is egy opció, de azt tudod meddig lenne az? Mikor esetleg a legjobb farmoló helyen, ami amúgy szerintem a legjobb farmoló hely az a Painted World of Ariamis, nem Ariandel, hanem Painted World of Ariamis, hogy mi a geci. Ha az, ha ott farmolsz, akkor is tényleg több száz, több milliárd órát vesz igénybe, hogyha ha megmutatod az életed, vagy nem tudom, hogy esetleg akarsz egy felesleges egy évet, hogy kb. Egy éven keresztül csak ezt csinál, akkor persze, hogy lehet fullozni. De amúgy meg nem hiszem. Kegyetlen sok idő lenne. Főleg, hogy a végén már tudod mennyi izé lenne? Ha most mondjuk egyetlen egyet felhúznám, vagy kettőt felhúznám már izére, fullosra, 99-esre, akkor melyik 198 szint. Már akkor kb. Ilyen több százezer vagy akár millió souls kéne kb. Egy szintlépésre. Milyen akkor, hogyha már 500-nál tartasz, akkor 10 milliókat vagy milliárdokat kéne költeni egy darab szintre. Ezért volna... Picit, de nem tudom... Rossz lesz megcsinálni. Ott kijöttem a 90-i iPad 3 nap alatt. Nagyon komoly. Brutális. Hoppá, meghalt a kutyoli. Jó van, szép munka. Szép munka. Gyattazó. Gokuro-sama. Gokuro-sama, hogy szép munka. Azt el tudtam, szerencsére. Hoppá. Mellémben. Mit kérdez magadról? Pofámba lősz. Hát ilyen nincs. Azt hittem megint félre fog menni. De szerencsére nem ment félre. Esetleg megérzheted a
legújabb részben, fia My Hero-ból. A 4.-14. részét, mert más már is megjelent ezen a hétvégén, az előző hétvégén megjelent a legújabb epizód. Mi az elég kemény, mert kb. Hát, nem epikusság szempontjából volt, meg izgalom szempontjából volt nagyon ütős, szívenütő, hanem érzelem szempontjából, meg a drámaiság szempontjából volt nagyon izé. És kérdhetek, miért nyomod össze a palackot, mikor iszol? Itt vagy, Rika, vagy ropogja? Nem. Milyen? Ha tehetném, én az egész este feltennék, az összes hátralévő részt megnézném. Az lesz a következő. Jó, vagy nem, nem. Nem bírom kiverni ezt a legendás midogya küzdelmet. Az tényleg brutális lesz. Hát a szemfelesek azok láthatták, hogy az anime csoportban, anime channelben elküldtem gifekben, gifek témájában azt a fightot, jeleneteket, részleteket belőle. Hát kb. Olyan, hogy az animáció, ilyen animációt ritkán látni. Amúgy. Nincs izé indok erre. Hát ez csak így alakul, mert alapból így kb. Lehet látni, hogy nem egyenes. Picit így össze van nyomva, és így próbálom picit ellensúlyba tartani, meg hát jobban jön ki akkor, hogyha nyomom közbe. Nyomom közbe, akkor jobban kijön belőle a víz, akkor így. Ennyit csinálok. Meg ilyenkor meg nem izé, most roppant egyet, ilyenkor nem azért roppanyat, mert szétnyomom, hanem mert kiszívom belőle a levegőt konkrétan, mert nem úgy sem, hogy csak így tartom, és akkor csak így hagyom, hogy csurgasson, hanem mikor konkrétan szívom, megfogom, és akkor kiszívom konkrétan a vizet. És akkor így. Úgyhogy konkrétan kiszippantom, nem az, hogy hagyom, hogy csurgasson, és akkor ilyenek rá, benyomom, és benyomom a számot, aztán beszippantom, az kész. Ezt kiszívom a levegőt is belőle. Második. Frisztán érszem a Dark Souls Remaster végjátszásod, abban azt mondtad, hogy véges a Humanity számmal a játékban. Ezt mondtam volna. Jézusom. Nem is emlékszek már erre. Úristen! Vissza kell most, fel kell elevenítenem, mert azt tudom most pontosan mikor mondtam ezt, hogy... De akkor hát eszembe jött, hogy miért mondtam ezt, hogy nem tudom. Tényleg mennyit is ez a bármit kérdeztetek dolog a pontokért. Mennyit is az jó. Ma 25 farmoltál? Nem. Egy streamben, úgy, hogy van, stream elején elkezdtem a izét, úgy kezdődött a stream, hogy elkezdtem a kb. 4 órás volt a stream, mennyi volt? 4 órás volt aztán a stream, és akkor ott a hold, milyen szépen néz ki. Szóval 4 órás volt a stream, aztán elkezdtem a DLC-t elejétől, bementünk, megadtam a Guardian-t, hogy milyen faszom volt az, utána az Artorias. Az a Guardian az első meg volt, a Arturia aztán másodjára, vagy harmadjára, azt szerintem a meskább másodjára, azt hiszem, nem is tudom már mi volt. Nem tudom már, hogy értettem, már nem tudom. Szóval... aztán volt az a sárkány, hogy is hívták? Nem is tudom pontosan az a sárkányt, ami ott volt, aki ilyen mérget köpött. Már elfejtettem a nevét, szóval az is azt hiszem első meg volt, és utána még jött a Manus. Szóval nem farmoltam, hanem csak végigmentem a DLC-n. Aztán meg utána volt, amikor nem voltál ott pont,
mert éppen el kellett menned valamire. Kalamit, igen, Kalamit, azaz. Kalamitnek hívják. Hát jobban tudod, mint én, látod? Szóval... mi az a piros? Hoppá, egy gem. Nem tudom, hogy került ide, de mindegy, szóval... utána, amikor Mahuszt legyőztem, utána jöttél pont. És akkor... akkor még mentem egyből a Gwynhez, már mondtam most, hogy ha megvan már Mahusz, akkor már nem fog most a... csak már csak a Gwyn volt hátra, akkor már nem kezdek egy vadonat, hogy egyetlen egy streamet. Mert néztem Mihántól a streamet szeptemberben, jaj. Most itt járunk! Ez szar! Hát valami észre, az nehéz lesz. Hát reméljük, hogy nem lesz szopacs. Zog. De meglátjuk. Báj mentél volna végig a Bloodborne DLC-n is. Hát igen, ez így van. Azért, mert a... ezért is van az, hogy DS-re DLC-t már csináltam. Na megcsináltam. 37-es vagy? Hát basszalak meg. Hát, jó van. Én meg 32-es vagyok, hogy hanyas vagyok most. Hát az kevés. The Eternal. Az örökké való halad. Állj meg. Osztva meg vagyok, megyek át a magyart is folytatni. Ja. Igen. Szóval most az a humanity kérdése, véges humanity száma. Flammable? Pomos kellett volna, baszki, az a tüzes nyilat használni, nem azt a jeges kellett volna, de mindegy, most már ezt elcsesztem. Az most jól jönne. Hát szerintem... nem tudom most így hiten. Nem jut eszembe most miért mondtam azt. Mert nem véges amúgy. Na mindegy. Jó tudni. Én szeretek tudni dolgokat emberekről. Én nem tudom hány fogam van, nem számoltam. Azt tudom, nekem van egy bölcsesség fogam, azt ennyit tudok. Egy bölcsesség fogam van, azt kész. Azt, hogy pontosan hány fogam van, azt nem tudom. Ilyesmi gyorsan, most purifáljon fel, mit csinálj? Purif, ne azt csináld már, ember, te idióta zsilipazd meg. Gillette rágógumi, bazd meg. Gillette rágógumi, azt mondom, mondtam. Szóval... Gillette fogváljó. Szopogató cédula. Az gyorsan megkúrt engem. Üdös kurva anyját leszopja. Ez mi volt? Önke mások? Belementem a gőzbe! Hát ilyen nincs, Jaci. Hát akkor 32. Ennyire fontos ez a kérdés? És pont meg lett bassza meg. Pont. Igen, csak az a baj most, hogy... kifolytam a...
utolsó esélyekből, azt hiszem. Meg fogok halni a körszed miatt. A körszid miatt fog megpusztulni. Siess! Hát most egy picit jobb. Nincs már amcs abszolút nulla HP-m. Ez rohadtul szar ilyenkor. Nincs Vault Breaker, nem tudok átgurulni rajta. Ez rohadtul szar lesz az így most. De hát tudom nyilazni a lámpa már másnak. De te ezek jósolod már ember, mi volt ez most? Mi volt ez? Mert sem tudom fogyasztani, basszam meg. Hát ez nehéz, ez kurva nehéz, ez most ezért, ettől féltem, baszki. Emlékeztem erre, hogy ez kurva szopatós és kurva szar rész volt. És rohadt nehéz volt, szerintem egyik legnehezebb része volt az egész játéknak. Tessék, itt vagyok már megint a szaros részem. Ez volt az a rész, ami miatt komolyan mond megfontoltam azon, hogy egyáltalán ezt megcsinálom még egyszer ezt a játékot, mert ez olyan kurva nehéz volt ez a rész. Főleg ezért meg konkrétan nem tudom, nem igazán tudom támadni. Megfogyasztani nem tudom, mert ő fagyásálló, bazd meg. Fagyott geci. Védekezzél szépen, védekezz! Védekezz! Így! Még ez most egy jó izé taktika mondjuk. Jobb mint eddig, bármelyik másik volt. És ne tájon el egyszer az a szaros nyilat. Akkor az már jó. Bassza meg, ez egy retkes kurva curse nyil ráadásul. Curse-ös nyil. Istenem! Talán most, ha esetleg meghalok, akkor majd legközelebb, a következő már talán jobb lesz. Tudom, mire figyelni, már tudom, mire kell figyelni. Mondhatni. Nem tudom, hogy lesz ennek másik féze, vagy nem tudom. Szerencsém, hogy van ilyen kis segédem, akit nagyjából nyilazza, de nem sokat ér vele, az a baj. Ne találjon el lehető, ne találjon el engem az a szaros izével. Ijjá vagy, dárdajá vagy, mi ez? Azaz, nem kell mások. Oh no, nagyon kevés kell. Bírd ki még. És megvan! Végre. Istenem. Kerekem, mester, könyörög a kegyelmet. Erre bementem, úgyhogy bocs, dolgom volt. Mi úgy sem mentem. Átok rá, Jani. Most már boldog vagyok. Most már boldog ember vagyok, mert megöltem ezt a fasz elsőre. Aki most szabadott engem az elején, első VLC-esba. Kurvára. A Dragon Song. Majd, mint a Dragon Cry. A sárkányok hangja. A sárkányok hívó szava. Tudok hívni sárkányt most már. Tudtátok? Baszom be. Hogy basznék be jó kis pörköltet. Szóval... Konkrét... Ez egy opera darab. Opera darab? Nincs ilyen, nincsenek foglyok.
Ogin opera, pedig az nem is neked küld, az igen. Hova? Mit? Hol? Hol mit? Hamar tényleg ki lehet téged elégíteni, mert elégíteni? Ez nem kielégítő volt, ez csak izé. Jó volt, tudom mivel neked tehetném kielégíteni? Egy kis Dragon Ball-lal. Dragon Ball-lal. Főleg, hogy izé. Az ilyen. Szóval... főleg az utána most, hogy újra kezdtem a Dragon Ball-t nézni elejétől a végéig. Elejétől kezdve egész simától. Olyan jó érzés. Csak jobb érzés volna, még jobb érzés volna, hogyha az a buzi zét, animét lehetne nézni normálisan, és nem úgy, hogy most egyszer bazd meg ez japánul, egyszerűen magyarul bazd meg, mert kb. Nincsen meg a... egyikben van, felirat a másikon nincsen sehol sem úgy feliratos videója, mert kb. Le vannak tiltva a szerző jók miatt, aztán meg magyar szinkron van, amikor még valamelyiken még egy sincs, sem magyar szinkron, se felirat, nem tudom megnézni, szóval kurva szar. Na Geri, csillapod. Várjál, én nem szóltam be a mesternek. Nem szóltam be a mesternek! Azt a kurva. Én már alig várom a Captain Tsubasa megjelenést, már az egyedül vagyok. Megbocsátva. Na jó, én tudod a szöveget, ne add fel. Menj egyre tovább! Russul, dráááá! Igen. Tudom a szöveget, fantasztikus élményekkel gazdagítottam magam. Igen Gergő. Főleg, hogy én küldtem el a Captain Tsubasa trailerét. És amúgy ösztönösen szóval nekem is... nem volt rossz a téren amúgy. Egészen megfogott engem, egészen elfogott az érdekeltség vele kapcsolatban amúgy. Nem okozott csalódást még egyszer. Azt a Fire and Fury. Hát én is már sok átra amúgy, főleg, hogy most nagyon durván haladunk a fősztorival, lehet, hogy végén mindjárt már lehetséges, hogy már kb. Két stream, azt már vége. De az nekem fog szólni, én vágom. Hát az ugyanaz. Te megkapod a izét, a nagy szobaszát. Én megkaptam a Dragon Ball Z kakarotot. Gyere is szegényes a helyeti stream. Szegényes? Nem szegényes. Bőven annyi elégent, amennyi kell. Hát... nem kell több. Minek több? Örüljöttek, hogy ezen van mid earth? Hát baszki... egész, mondtam ezt már a stream elején. Én leszélesebben... non-stop, mi lenne? Non-stop, mi lenne, hallod? Hétfő, de vasárnapig Dragon Ball menne. Ha most ez csak az én izé kedvenc szerint menne a streamezés. Nekem jelenleg most semmihez nincs kedvem, csak Dragon Ball-zon kedvem. Frostpunk már nem divat? Nem divat. Majd az is lesz. Tudod mikor lesz majd Frostpunk? Amikor majd vége a oborka szezon van megint. Mert miért volt előző héten Frostpunk? Mert nem volt kb. Semmi, amiben lehetett volna játszani. Uporka szezonos játék volt. Mivel, hogy most megjelent olyan játék, mint a Dragon Ball, meg ilyen dolgok, ezért most nem igazán van időnk arra a játékra. Meg kedv sem. Meg a haladás miatt is van most sok, mert most amúgy is még márciusi dömping, mert mikor jön majd a most már nem Final Fantasy, de jön a Fairy Tail meg a One Piece. Addig Darkon fejezze a Middle-earth Shadow War-t, a Dragon Ball Z Kakarotot, a Bioshock Infinite-et, ugye ezzel befejezzük a Bioshock trilógiát, aztán el akarom kezdeni és be szeretném fejezni már a Witcher 3 DLC-ket is, mert akarom csinálni, mert azok sincsenek elfejtve. Szóval... én azért várom, mikor veled szét Freezert. Hát a következő streamben, holnap. Holnap fogom szétvenni Freezert. Holnap fogom megbaszni Freezert.
Csak én az a játékon nem akarok, nem akarok annyira sietni. Ez a játék a ellentétben. Ezzel sem sietek azért, de... Mert játék, ezt a játékot is imádom. De most jelenleg ez van. Ezzel a helyzet. Szóval, hogyha majd vége a Dragon Ballnak, és már ennél lesz mit izélni, akkor majd lesz Frostbank. A Nazgul drékjeit meg kell kúrálni. Ott van még Sally meg Boo. Azaz. Épp ezért rohadt módon örülök, hogy még csak itt járunk. Mert még rengeteg időm van még hátra, rengeteg van még hátra Dragon Ballból. És ennek rohadt módon örülök. Minél több van hátra, annál többet tudok játszani, és annál többet tudom élvezni ezt a fantasztikus játékot. Ez azt a pazar élményt. Mert ez egyértelmű, hogy ez abszolút a, nem csak a világ legjobb Dragon Ball játéka, de a világ legjobb anime játéka is. Azt nem mondom, hogy világ legjobb játéka, mert na, azért. Anime játékokból ilyen igényes játék még nem volt még szerintem anime azért téren. Anime adaptációs téren. Most a Final Fantasy-t nem mondanám, mint az is ilyen anime-szerű, de ez nem adaptáció, szóval nem. Meg hogy úgy nézzük akkor, hogy japán stílus nézők ott van, Resident Evil is, meg ezek Devil May Cry is ott van, de hát azok sem adaptációk, nem azok is inkább játék. Szóval igen, anime adaptációból ez a legjobb játék. Csak az egy izé negatívuma, és amiatt a Dragon Ball Xenoverse 2-t például jobban lehetett, tovább lehetett tolni, az a izé, a több kaszt, meg a több izé lehetőség. Most mondjuk a karakterkreálás miatt, hát lehetett, nem csak Saiyajinekkel lehetünk, hanem lehetünk emberekkel, lehetünk Majinokkal, lehetünk Frieza fajokkalból rendelkezőekkel, lehetünk Namekiakkal, szóval csomó minden. Ha Vasmozsó nem a kakaotot teszi be Number One-nak, akkor mondja panasz. De nem úgy Number One, de mondom, nem ilyen. Ha most esetleg azt olyan rangsort állítana össze, hogy legjobb anime játékok, top 10 anime játékok, akkor az első helyen lenne a Kakarotnak kéne ott lennie. De mint all van izé, all in van alapból csak izé, mint game, legjobb játékok az évben, akkor izé. So, they are banished from death. Akkor ezt így kell, akkor. Mi az? Szóval akkor maximum ott kell legyen a top 10-ben, de mint első nem hiszem ott lesz, de top 10-ben szerintem benne kell legyen. Mint a 2020-as év legjobb játékai közül szerintem ott kell legyen. Bár attól függ, milyen lesz majd az a 2020-as felhozatal. Konkrét ez a drága karágról kb. Ennyi hajszál fingnyi élete maradt. Kövesse mellettárját, de te tessék, hogy követlek, gyere akkor. Ugye Vasmozsó úgy fog topistázni, ahogyan a angol. Ez alap egyértelmű. Annyi biztos, hogy a topistában benne lesz. Az nem tudom hol, csak addig várni kell majdnem egy évet vele, mert egy jönni fog majd, akik elég esélyesek a topistában, a top 10-ben inkább. Ott van a Cyberpunk, Last of Us, Resident Evil 3 remake. Nem néztem még meg, mert nem volt időm rá, bocsánatot kérek. De megnézem majd. De hát ezért majd hamarabb befejezem azt imet, és akkor megnézem, Gergely úr. Szóval mi van még? Szerintem a Doom Eternal nem lesz olyan, hogy benne legyen a top listába, szerintem. Esetleg Final Fantasy 7 remake esetleg. Nem tudom, ez epizódikusság az változtatni fog esetleg a teljesítményem, vagy a minőségem.
Szerintem a Fairytale meg a One Piece nem lesznek benne, szerintem biztos. Nem érzem a nagy volumenűnek őket. Ezeket a játékokat. Gyorsan meghalt a Karagor, miközben várható volt, mert egy kevés hajszál élete maradt. Aztán... mi van még? Vastor Stage-en nem tudom, hogy szerintem az sem fog benne lenni a top 10-be, szerintem. Ezt meg kell tudja, attól függ milyen lesz. Szerintem az sem. Csodálkoztam, hogy nem reagált erre, mert szólt el egyből. Igen, most nem nagyon tudtam megnézni. De megfogom. Jaj, nyugodtan. Halló. Szar ilyenkor, mert hogy a Nazgulok nem fagynak le ilyenkor, nem lassulnak le, mint általában mindenki, hiába lassul az ilyenkor az idő. Sose hallottunk? Igen? Hát biztos, hogy lesz olyasmi top indie játék, tudja, hogy lesz. Lehet, hogy benne lesz, mert az Ori játék, majd az Ori and the Weird, faszom, Wild Wisp, vagy mi a fisten. Hogy hívják, nem is tudom már pontos nevét. Mennyit visz le ez a szaros ember? Rengeteget levisz az életemből. Kurva nehéz ez is. Érzedik, hogy már az endgame van. Kezdődik az endgame. Alig viszem az HP-ját amúgy. Hova tűnt a... Na! Megint majd nem adta be. Fura volt. Elterjes, mi a faszomat csinál halad? Semmi. Hagyd már abba! Hú, pont! Soha többé nem akarom játszani. Nos, a gollam. A miniatűr gollam. Az igen, mit csinál? A most kell megcsapkodni? Jönnek a trékek újra? Na! Gyerünk! Ne nyomjad már azt a szaros izét, mi van az execution? Milyen bevágolt, hogy mi van? Na végre, hát... execution meg behal közben, hát nem igaz. Hogy berepült? Jaj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 
Most! Ott van! Ég veled! Hammerhand, hogy ki vagy te. Na, Disco Elysium, azt én sem hallottam róla egész nagy zég. A fején, mi az a topistáig. You should have given me your daughter's hand when I asked. Mi a fasz? Micsoda visszaemlékezés, hallod? Érdekes. For your daughter's safe return. Tizenegy óra után hagytad abba. De akkor elég sokat játszottam vele. Én nem is játszottam vele, szóval úgy mondom ezt. De én gondolkodtam majd a... Don't fight him. Jó. Sok darabig. If you kill me, you'll start a war. War has come! Az faszán eltaláltam.
11 után tiéd tovább akarsz streamen, hogy ne lássa a Dragon Ball, hallod? Jó van, ebben Gergő. Pont a legizgalmasabb részeknél. Szégyen gyalázat, szégyen. Hogyan van Gergő, hogy szakadt neked akkor? Jóságos éjszakát. Én mi akartam még izért? Beszélgetni ezekről a topistákról. De hát ha... Már láttam. És elmondtam. Mit láttam? Topistáról? You stood beside Sauron as he gave these kings the very rings that doomed them! Those rings were meant to bring order. Sauron deceived me, he deceived us all. Knowing what you know now, still, you crafted Senpai. A ring. Senpai. We crafted a ring. I asked you to get out my hammer. It is not noble men we are dominating, but savage orcs. And it is with this army that all Sauron has wrought will be undone. No matter the cost. Nem. Erre értettem izé... Middle-earth-re, hogy nem azt mondanom azt legjobb részekről. Már nem tudom, hogy legjobb részek lesz nekem, majd kiderül. De főképp a topistásról. Az nekem mindegy, most nem a TV fájt, nekem mindegy. Nem arra akarok izélni. Nem arra akarok mondani, hogy ezt mindenféleképpen nézzek meg ilyenek. Én élvezni fogom. Ez a fontos. Mi a fasz? Ez még megint lent van. Világ végén, jó van? Közben a mind a hármat, ami volt itt, azt megcsináltuk, és tényleg már nincsen sok hátra. Nagyon nincs sok hátra. Tehát 89% ebből is egy 89. Worse than death. Ja igen, ez lesz az, amikor konkrétan megöljük a... Nem megöljük azért a Bruce, hanem mint a megbolondítjuk, hogy meg ez is csinálunk vele. Army of the Dead. Jaj, bazdmeg, ezt emlékszem erre. Jaj. Ne. Van, csak ezt ne. Háj, Istenem, mit csináljak? Hát inkább ezt kéne, inkább azt kéne, hogy inkább a Golgoti küldiket megcsinálni. Nem teljes mértékben, hanem... Lász, amikor fog hozzákezdeni, akár otthoz? Hát az a baj a Lászlónál. Most sokkal... Lászlónál most sokkal... nagyobb kérdések beülnek fel, mint hogy mikor kezdve a kakarotot. Például olyan kérdések beülnek fel a Lászlónál, hogy egyáltalán folytatni fogja a streamelést. Mert nekem Elgondolkozott azon, hogy abba hagyja a komplet streamelést. Mert megvan az oka, hogy nem tud normálisan streamelni egyszerűen. A háttér körül, a körülmények miatt nem tudja megtenni azt, létrehozni azokat a körülményeket, amiket mi kellnének ahhoz, hogy zökkelmentesen tudjon streamelni. Ezért ebből inkább azon szorítsunk, hogy ne hagyja abba a streamelést, inkább azon szorítsunk, azon ezért
Mindenki izé legyen. Drukkoljon Lászlónak, hogy ne menjen el a hite, és ne hagyja abba a streamelést. Nem legyen még akarat erje még belül. Na, még ez a lényeges. Nem is van itthon ilyen, de itt legalább megértik. Igen. Az a vittes, hogy a Lászlónál meg azt mondják, állítólag, hogy megértik, hogy ez egy tisztában, mert igen, áldásokat adják le, meg éneket mondtak, de ahhoz képest nem úgy tűnik, mint a tényleg így volna. Mert nem adják le az áldásokat, szóval helyzet. Mert én azt veszem észre, hogy nem adnak rá, hanem inkább meg nem is tudják, mert hogy most, hogyha csak a család megérti, a öcsének nem tudja, most meg az öcsének, meg a hugainak, a testvéreinek nem tudja megmondani ezt, mert akkor nem fogják megérteni ezt, hogy most miért kell békelni a Lászlót minden 9 órakor, meg minden szabad bemenni a szobába, meg ilyesmi. Meg azért is szar, mert hogyha most én is olyan helyen laknék, mint ők, és panelházba, akkor nagyon szar lenne nekem is. Na akkor én is akkor két öcsémmel, akkor én is tudnék akkor nagyon ezért kibontakozódni. Mert nem is tudnék nagyon sokáig se streamelni, sokat se streamelni, hangosan se streamelni, mert akkor közelnének mindenki, közelne egymáshoz, altusszal lenne, akkor úgy. Így most van egy komplet emelet a család között és köztem, és akkor így most nyugodtabban tudok streamelni ilyenkor. És akkor így nagyobb megzavarások nélkül. És vannak kisebb megzavarások, és csak péntekenként, mondjuk délután vagy délelőtt. De az is igen pár perces. Szóval nincsenek ilyen nagyobb alkalmak. És azt kéne most csinálni. Ma Lászlónál ez van most, hogy olyan szűk az egész környezet, és az a másik, hogy rohadt szűk helyen vannak a panelba, és rohadt szűk helyen vannak, és vannak gyerekek négyen. Négy gyerek. Kettő lány, és kettő fiú. És van még a Laci, ötödiknek. Ő a legidősebb. Szóval ő vigyáz mind a négy testvérére. És van még a két szülő. Szóval konkrétan vannak heten. Heten vannak egy kurva panelban. Egy rohadt panelban heten. Ezért nem csodálkozok. Hogy ezért, hogy konkrétan alig nehéz ott a körülményeket létrehozni ahhoz, hogy most normálisan lehessen streamelni így benne. Voltak ilyen hírek, hogy most lehet tudnak majd költözni. De... De egyébként nem nagyon sikert ezt megvalósítani. Meg ez nehéz is így megvalósítani, az a baj. Meg, szóval azt mondta, azon gondolkozott, hogy most elkezdi a Kakarotot, és esetleg befejezi, és az lesz az utolsó végigjátszása a Kakarot, ezt ennyi. A Sekiro nem mondott semmit, de ezt majd csak ezt mondtam, és rábeszéltem, meg izé, meggyőzködtem, meg ilyenek, és akkor mondta, hogy majd meglátja. Szóval ebből nem tudom még, hogy mi lesz ebből, de most mondtam, meg meglátja. Majd napján nem nagyon láttam. Fent. Nem is a délután. Amikor még én nem voltam fent. Annyira. Szóval most azzal kéne inkább foglalkozni. Kicsit most térjünk ki ebből az főködés vonalból, és most jó volna itt a kicsikét ezekkel foglalkozni. 15-ös szín meg izé... Jézusom. Ezeket a volcsifeket kéne megkurálni, hallod? De előtte ezeket kéne. Ez a... Nem tudom. Ez nekem most nincs kedvem. Most haladni akarok a főküldékkel, vagy nem tudom mit csináljunk, baszkét, valamit csinálni kell. Veszlet sem az outpostokat, és akkor az amúgy is jön egy kemény erős üzé. Kapitány, és akkor azzal hát, ha azt majd magam mögé állítom.
magam mellé állítom, esetleg. Hogy vettek már észre? Már észre hallom. Ezt hívják instant kivégzésnek. Hogy égett meg az ember? Miket nem vesznek ezek észre? Megőrülök. Ne azt! Mi az motor? Mi történt? Megint azt passza, nekem nem igaz. Most össze-vissza, most megyünk egyszer fel, egyszer le. Mi ebbe a jó? Mondja Gergő, ha nézi a kakarotot, nem jönne meg a kedve megnézni? Nem. Az a baj, hogy a Gergőt nem tudom megérteni, hogy mi az, amit nem szeret a... Mitől nem szeret a Dragon Ball? Nem tudom, mert az a baj, hogy nem is tudom, magyarázza el, hogy mit nem szeret benne. Ugye ez a My Hero-nál is. Annyit mondott mind a kettőnél, hogy nem tetszik a rajzolása. A rajz stílus nem tetszik. Ennyit mondott, de nem más nem mondott. Én meg ennyirővel most ezért nem nézni valamit. Én kb. Azt most, ha úgy veszük, ennyirővel én meg azt mondhatnám, hogy én befejezhettem volna egy része alatt a Jojo 5. évadát, mert konkrétan, mert nekem a Jojo-nak az első 4 évada, az nekem tetszett amúgy az rajzolása, de például az 5. évadnak a rajzolási stílusa szerintem szörnyű volt, szerintem undorító volt. Hány ingert keltő volt, ahogyan kinéztek a karakterek. Nyugodtan befejezhettem ugyanott, ugyanúgy van. Csak mert szar rajzolás. Stílus. De azt mondja, hogy a Frieza elleni fight, mert most már nézett más streamereket, és látta, hogy a Goku vs Frieza az milyen volt. Azt mondja, hogy nem volt elég epikus, nem jött át neki semmi, nem tudom. Hát pedig az elég epikus, mert nem azért. Tudod, az átváltozás Goku-nak. Na mindegy. Ugye ez a My Hero-nál is, például. És hát... Ha ez első stílus nem tetszik, akkor már egyből kukázni kell. Miért ilyenkor kell megjelkezettem, mi amúgy ösztén szóval nem is értem, de mindegy. Ahhoz képest, amikor streameltél, akkor csak annyit mondta, hogy nem nagyon komázod. Nem mondta azt, hogy gyűlöd. Na az a másik, tőled is szélesen megkérdezném amúgy, hogy most, hogy miért nem. Mert nem kell jelentsenék rá. Úgy szia, Mater. Igen, tetszik a My Hero, a Kimetsu szóban meg a látvány és a... A látvány és a kamera mozgás is nagyon elragadott, mert szépen folytak a könnyék. Aha, ez egy jó, mondjuk egy jó indok. Voltam, hogy 4K szólom, hát mondjuk az egy nagy szívás akkor. Terültem és betakaróztam, és húztam magam egy takarót, meghúzta a búvkar, lesérhet a bonfeje melletti szabadékba. Az igen, bazz! Egyszerűen nekem nem jön be ennyi. Ennyi? Ilyen kifogásokat nem fogadok el. Ennyi nekem több kell. Több kell sokkal.
Mi van itt? Mi van itt? Most kell elverés! Elverés! Mondom elverés! Hogy csinál a kurva anyád? Pusztok a szél, halálra! Halálra haltok! Ez az! Hullatok, mint a férgeset! Csak 23-as vagy, hát ki vagy te halad? Sötétölő, mi az? Dark Slayer. Slayer a mélyer. A méhes. A méhész borz. Megjött. Na vagy most látj, tudják, hogy hol vagyok, az a baj. Tudják, hogy hol vagyok. Hat humanity. De vissza tudod szereznem. Meghaltál, vagy nem? Vagy úgy haltál meg, hogy már előtte meghaltál, és most mentél volna vissza megszerezni, visszaszerezni őket? Szóval megvárjuk, amíg ezek végre valahára elhúzzák a belüket. Hát ha sikerül, lerázunk őket. Erről van szó. Jó volna, hogyha ki lehetne valahogy csalogatni ezt a drága, látos embert. Jó volna. Hopp. Ilyen sincs. Szemek. Meghaltam a Moonlight-nál és utána, ja? Hát akkor így már tényleg... 6 humanity mondjuk az elég sok. Ott a kritikál hit. Azaz! Egy gyors volt az most. A gyorsaság mindentől függ. Saká. The killer. Ricci, tegyél szépen haza. Level 34, ez még ez hasznos volt. Ilyen télen. Még csak kettő alposz van itt. Eddig is kettő volt. Még mindig három szokott előre lenni, nem? Baszki, az a menekül! Ne menekülj el! Ne menekülj el, nézd, ne! Ne menekülj, ne menekülj, ne menekülj! Ne. Hol van? Ott van. Innen. Ez az. Kettő egy csapásra. Fasza. Azok ezek gyengék. Nekem legalább 30-as szintű kéne, minimum 30-as. Hoppá. Na te már jó volnál, csak te már túlságosan sok vagy. 36. Én még 34-es vagyok, szóval ezt már nem tudom. Ezt már nem fogom tudni ízélni. Ne tudom én ételni. Mert több szintű, mint én azért. Hoppá. Hoppá, hirtelen meg volt Breaker lettél? Nagyon jó vagy. Menjél már innen, hát... Hogyha meg csak ide jön, csak így lófrálni, hogy miért ne. Mert ráér most. Te meccsem akkor izét. Ezt a... Sédelésre mi ez? Sémelést. Reduce level. Levisszük az életét, ez az a HP, na, levelét levisszük, nem tudom. 30, az tökéletes. Azt szerintem tökéletes 31 szint. És az a baj, hogy most meg le kell vinnem, és megint meg kell támni ezt az embert. Ez a baj ezzel.
Meg kell keresni ezt a drága csávót. Imádni való. Nem ezt akartam is. Menjünk ne faszom. Vissza. Ki volt ez amúgy? Ez. Ezt sem tudom megcsinálni. Ezért azon a területen már nem állt a 36-os szín meg ilyeneket megcsinálni, mert azért most elég rosszul áll a helyzetünk szerintem. Szintben nem állunk olyan jól. Kevés. Kevés a szint. Én azt mondom. Ó, de az tökéletes helyen van az izé. Az ember pont a távol alatt. Pipasul? Hát most köszönt el! Nem figyeltél? Ez nem pont játszottál, amikor izé. Amikor elköszönt. Ment csucsukázni. Nagyon hirtelen tud menni, nagyon hirtelen tud menni aludni amúgy. Amikor senki nem gondolja. Na. Ott van. Nákla. A nyakláncos. Hát meg tudom stealthelni. Nem tudom, hogy hatni fog-e rá. Nem lehet. A sárga róda. Ez a... És mi itt van ez a faszom kutya? Így menjünk hozzá. Ez a gyere, így most. Muszáj, muszáj pofázni, igaz? Beszéltünk már eleget. Milyen izé nyívetőid vannak, hogy milyen szalaid vannak ottan karodon. Az... Mi ez? Leszedett engem a kutyáról. Inkább foglalkozni a kutya izékkel, kutya el van ezekkel a szalosokkal, addig meg... Én meg ezzel vagyok el addig. Már ennek meg is halt. Már végül is. Neked már lőttek. Teljesen a főemberem, akivel megostromozom ezt a Golgortot szerintem, mert... Level 31 az már egész jó. Az már egész jó. Level 31. Wonderful life. Mi ez? Worse than death. Ja, ez amit majd most lesz elérhetünk, majd a blues izével Shadow Dominate elterjelkeztet. Ősz is elterjelkeztet, meg kell csinálni ahhoz, hogy mi? Tehát az egyenlő, hogy kb. Az egész játékot be kell fejeznem akkor. Talán meg az összes gondolni eltifektet. Ez a cserébe? Érdekes. Ennek a szanak a cserébe. Érdekes. Fura. Mindegy. Hát ez jobb. Deadly Striker. Ó, azt a... Mighty Swing. Mit tud ez? Azt? Az nem rossz. Ezt tőlem kérdezed, Mater? Ha azt kérdezted, hogy játszottam már vele, nekem nagyon nem tetszett. Rohadtul lassú volt, konkrétan egy tagad fasszal mentünk, akkor aki már konkrétan menni se bírt. Tök megy, hogy milyen volt a három kasz között a lehetőség, kb. Semmi változás nem volt. Más volt a fegyver, az ennyi, de kb. Ugyan tagad voltál, ugyan tagadtul mentél. Olyan lassú volt az egész. Évezetlen voltak a fájtok. Nem lehetett normálisan dodge-olni sem. Nekem nem tetszett az a játék. Azt néztem ki magamnak, Souls-like-nak. Hát azt ne nézd ki magadnak, Souls-like-nak szerintem. Én szerintem ne nézd ki magadnak. Ha rám hallgatsz, ne nézd ki magadnak. Ha most Souls-like-ról beszélünk, ami most vagy olyan játékot akarsz, ami nem a From Software adott ki, akkor szerintem akkor már inkább Nio-t vagy nem tudom, vagy Code Vein-t. Azok sokkal jobban megérik szerintem, mint ez a Lord of the Fallen.
Szerintem a Code Vein inkább jobban megérni szerintem neked. Jobban járnál vele szerintem. Szerintem. Nekem. Nekem az jobban tetszett. Sokkal. Legyen ez. Vagy ne? Nem tudom. Poison Blast. Cleansing. Fire-el? Most jó jönne. Azt hiszem, hogy lesz még egy zogos fájt. Zogos és sogos fájt. Godwin és terben van, ne aggódj. Jó van. Ennek örülök. Ennek most sokkal jobban örülök. Level 34-es kard. Mondjuk jól levagyok majd a 25-es karddal, ami mindig. 66-os az, mondjuk ez már jó. De pont aktuális fegyveró. Hát, ezt meg nem annyira. Nincsen izéje bónusza. Csak négy erősebb, és a kevesebb a izé mennyiség, mit tudok használni egyszerre, szóval inkább nem. Egész jó páncél. Legyen akkor ez. Oks. Okság. Oksa doksa. Még van itt egy outpost, amit mind meg lehetne oldani. Meg itt van még ez a tower is. Tehát mondjuk, hogy azonnal ide. Azonnal egy hatállyal. Hát, nem tudom, melyik van közelebb. Jó lesz ez így. Elfutok odáig. Elfutok oda. Sőt, hívok egy Karagort szépen. Hívok ide egyet. Menjünk szépen ezzel. Menjetek már innen! Ne bántsatok a szegény Karagoromat. Itt hűségesen ide hoztam. És hűségesen kiáll mellettem. Ezzel sepertet odáig fogunk kérni. Csak ekkora ugrások, meg pláne. Orokhár. Érdekes megállás volt, de mindegy, nem baj. Ez egyszer az. Mehetnénk a fő küldetések felé, csak az a baj, hogy olyan küldetésekhez értünk, amik elég sopacsosak konkrétan, mert most a... És egy nem, az a Worst and Death küldetés, amikor konkrétan meg kell basszni mások a blues-t, akkor az nem olyan, nem nehéz, csak azt nem akarom még megcsinálni, mert az egy ilyen bizonyos mérföldkői pont a játékban, azt nem akarom még megcsinálni, nem akarok még odáig eljutni. Aztán a... Bár lehet, hogy kéne, majd a ostromhoz jobb volna a Bruce-nak a segítsége majd. Nagyon is kéne majd a segítsége. A Remnant, a Remnant from the Ashes, tényleg, az is eszembe jutott. Azt elfelejtettem. Az is jobban megéri szerintem, mint a izé. Mint a Lords of the Fallen. Akkora lag volt, hogy én nem tudtam. Mi a szar? De a streamben csak lag volt? Az érdekes. Akkor nálad voltak a gondok? Vagy nálam voltak? Mondom, ha ment a stream, akkor nálad voltak akkor mi gondok, akkor belaggolt a gép. Nem viszi. Az a hatalmas stream konkrétan lefogyasztja az egész gépet. Lesokkolja. Nem bírja. Egyben tartani. Témát. Csodás. Már most skill pont? Jó az. De hogyan még akkor? Csinálj meg akkor ezt? Vagy nem? What? Micsoda? Trigger. Azt a kurva, mik vannak itt? Reckless hate. Brutalize. Komplett brutalitás kell végezni. Több critical strike. Hamarabb élem el a izét? A... Execution-os formátumot? Legyen ez, jó lesz ez.
Jó. Csak azt kell megtudni még, de meg a mások az a Kárnán küldetésnek az utolsó, azt hiszem, utolsó előtti fele. Nagyon kurva nehéz ez, baszki, még az előzőn is nehezebb volt. Nehezebb lesz. Hol van a kezdet? Kezdési pont. Kezdési pont hol van? Ja persze, a világ végén mint a túloldalt, jó van? Ez az én formám általában. Mi ez? Nakshul at outpost. Disable alarms. Alarms. Mindig az alarms, mindig. All alone. Alone is before the storm. Mi volt ez? Hogy vettek észre? És akkor így intézem el ezt tervbe? Rákos életet? Mi az Isten? Left the quest, mi a faszom éria? Hát nagyon jó. Nem őt akartam! Á, bazzum. Mi folyik itt? Jézusom! Halál, baszki. A halál torkába kerültünk most. Kvázi. Ambush. Jó lesz ez. 2.31-es. Mind a kettőt meg kéne kúrantani, amúgy jó volna mind a kettőt megcsinálni. Egy kis HP, mert jó az. Na baj, tudják, hogy hol vagyok. Tűnés már innen a faszomba bele már. Hát nem igaz. Szórakoztak itt és meghaltok. Na. Erre volt jó. Yes. Egy újabb 31-es szintű csodás. Gyere, harcolj velem. Az én oldalamon fogsz harcolni mától. Mától fogva. What? Csodás helyen vagy! Csodás helyen voltál! Én most az execution egy grata! Gratulálok! Ez az! Ez fasza! Jó ez! Ez is szal lesz most. Mindenre immun is legalább? Hát a tűzre is immun is, hogy veszem észre. Gyertek, testvéreim! Űrtársaim! A vadnyugatról! Na, hogy nyíra legalább hatásos! Hát ez immun is a izére? Hát bazd meg! Hát ez elég izé! Szopacsos! De meg tudom fogyasztani legalább. Rosszba tudom rakni. Még ilyenkor az egyáltalán sebezhető. Már máshol nem. Mert nincs Vault Breakerbe. Nagy segítség. Legalább akkor ilyenkor meg tudom sebezni. Már máshol nem.
Hadd ide a fejed bubját. Az mi volt? Kivédi a szaros pajzsával, hogy aztán szájba. Adaptálta magát, gratulálok, ez az. Jó vagy, most már nem is tudom, izélni se tudom most már. Most már tényleg volt béke lett. Adaptálódott. Basztán szájba. Tökéletes, tökéletes. Annyian megijasztották, szerencsétlen, hogy közben megszapadtam. Ennyi. Patrón. Masterpiece with the hell. És még úgyis úgy sikerült megcsinálnak ezt a kettőt. Közben az állatposztatással foglalhatok magát. Meg... what? Ez érdekes volt most. Aztán ezt akartam, igen. Menekül szépen el a faszomba. Nem kell ezt már ide. Ezt még gyorsan megcsinom, aztán... még azt a blúzos kültit még megcsinom, azt a Worse Than Death-et, aztán szerintem befejezzük mára. Picit korábban, mint szoktuk. Egy cseppet csalkodjatok. Ha így haladunk, szerintem vagy a következő streamre, szerintem ezenként már szerintem egy stream, vagy még talán kettő, maximum kettő, aztán vége a Shadow of War alapját. Mert tényleg még ennek is ott van a DLC-je, hoppá. Ennek is van még DLC, nem csak a, mint a Shadow of Mordornak, ennek is van két DLC, mint a izének. Két story DLC, és szerintem egy vagy két streamet biztos, hogy fel fog ölni. Ha nem többet. De szerintem kettőnél többet nem. Mert hogy azok is csak kb. Két órások, mint az Mordornak is voltak. Mondjuk abból is csak egyik lesz ezért fontosabb, még érdekesebb. Intel! Szerzve az Intel-t azéről, a báróról. A Warchef-ről. Vá. Hadd lássam, hadd látom. Pont ez! Már velem van. Ez jó, most ezt kéne még megkapanyítani, és akkor azzal már tudnám. Meg ezt már tudnám izélni. Dominételni, ez jó, ez jó, ez jó. Ez fasza. Mert nincsen ennek segélye, ez mondjuk jó. Mert meg három van. De pont az egyen van, akit már elkaptam. Ez már megint csak jó. Taktikusak egyre előrébb. What? Nem is őt akartam, hanem aki mögötte lévőt. Ezt akartam. Rosszul láttam. 36, na ezt már nem tudom. Ez már túl erős nekem. Egyelőre, legalábbis. Infim, pozsúr. De elbasztam, hát nekem... nekem izélnem kell. Stealth-elnem kell, haló. Mind nem halt meg, vágod? Ennyit, ha nem halt meg, a szaros olokháj baszki. Milyen dolog ez? Ja, egy percen belül kell ezt megcsinálni. Nem, azt már bukta. Szoble. Ez egy pont egy kapitány baszki. Egy még gyorsan egyet. Siess. Yes, megvan. Harminc. Tökéletes. Te is jó leszel majd a segédennek. Identify. Valószínűleg nem lesz ez egy gyenge pontja, nem fogom tudni látni. Bárki tudja. Nem, nincs. Gén Intel. Fasza. Kurva jó. De az erősséget legalább tudom mondjuk, ha már más nem. Hátra vettem bassz nézéről, stealthből. Fentről, felülről. Megkurálni esetleg. Bö.
De nem, már ezért csak kidobott az asztalra, és nem keselt ki az egész játék, mert akkor valószínűleg már befejeztem volna ma. Fú, baszki, most megijedtem, nagyon megijedtem. Brutálisan megijedtem. Mi folyik ott? Mi folyik ott? Egymás ellen vannak a... Nem, azok társammal vannak elfoglalva, de mit keresett ott? Én mindig nyomatja, ha brutálisabban erős. Én kitartó. Hova mentél, basszam meg? Hát a kötélre, a kurva kötélre. És tényleg, a két is faszom kötélre. Én szerettem, baszki. Kurva jó. Egy már. Nem őt! Ez mi? Hát őt is elkaptam legalább. Na mindegy. Ez az. Te is keresztült, nagyon keresztült, tehát te is. A bolg. A bolgár a Hellhawk. A varjas. A varjú szédítő. Ez szép, ez igen. Aeroproof, fasza. Legább fasznátos a izé. Ez egy külső lenne. De te nem tudsz beszélni normálisan. Nagyon jó. Micsoda volt ez? Ő is aeroproof, fasza? Jó ez. Már alapul megfagy, baszki, mi a szar? Tudjátok már békén, hát nem igaz. Ne őt! Úristen! Szerinted már megváltozik? Mennyit olyan kérdés, ami megválaszolódott, Kenta, megválaszolódott. 14. rész. Megtörténik, megválaszolódik. Kenta, szóval ne aggódj. Meg lesz válaszolva. Gyere csak vissza! Mondom, gyere csak vissza! Tudod ki a rohanyja? Ez az. Mi a fasz? Bevágolt egy picikét. Se baj. Szóval igen. Megfog. És meg fog történni az a jövő kép, amit látott. Ez majd kérdéses lesz, hogy milyen irányba? Meg fog-e változni, vagy ugyanaz fog-e megtörténni? Mi fog vajon történni? Ez majd kiderül, miután elérte a 14. részt. A 14. rész után mindenre választ kapsz. Kenta úr.
Te is gyere szépen. Gyertek, mindannyian az enyém. Mindannyian az enyém vagytok. Mindannyian az enyém lesztek. A suka hús, a musika. Na. Viszont, most már elegen vagyunk szerintem ahhoz, hogy... Hát mert be is rakta. Ez pont fasza, mert pont így akarta. Viszonylag. Még mindig gyengébb. Level 35, bazd meg. Még egy szint, aztán meg lesz akkor. A Kimetsu tele volt bosszokkal. Nem mondanám bosszoknak, ezek inkább izék voltak, erősebb mini bosszok inkább. Akik akkor voltak. Egyen alokhályok, jól lesznek azok. Alokhály, Defender Host, jó lesz az. Fire Siege. Inkább ilyen Poison. Wildrake. Olyan Volgraug. 243, az mindig kevés. Mindig kevés. Igen, meg kell majd szabadulnunk pár Warchief-től ott a túloldalon. Így jönnek az esélyeink. Mert még azt a 35-ös szintet el kell érnünk, és akkor újabb slot lesz elérhető nálunk. A mi tarsolyunkban. De viszont ezt szerintem meg tudjuk csinálni azt a bizonyos küldetést, amit úgy hívnak, hogy... Hogy? Nem Gravewalkers, hanem... Nem is ez. Hol van? Oh, Istenem. Worse than death. Na, azt akartam. Úgy. Ez közelebb van, hogy ide. Menjünk ide akkor addig. It's time to put an end to this. Make an example of Bruce. Show all of Mordor what happens to those who fight us. Ez már a Bruce questline-nak a befejezése, szóval most már egy újabb questline-nak lesz akkor ezzel vége. És akkor a harmadik questline-nak, szóval már csak kb. Két questline van hátra, aztán vége. Az alapgame-nek. Érezhetően látszik, hogy sokkal... Nem sokkal, de azért látszik hosszabb jóval. A Shadow of War, mint a Mordor. Worse than death. Ki volt az, és az volt, amit, akit el akarok kapni. Na mindegy. Érdekes. Azért már 40-60. Hát valószínűleg most ezt megcsináljuk ezt a követ, és aztán vége. Nem fogjuk megcsinálni már azt a Gorgorotnak a erődnek az elfoglalását. Azt majd ma a következő streambe. Azok azzal kezdjük majd a csütörtököt. Mert csütörtökön lesz Middle-ről Shadow of War megint. Na akkor... Akkor majd szépen... Ezzel fogjuk kezdeni, elfogjuk a Gorgoroth erődöt. Szépen magunk ki el fogjuk tenni. Magunk ki bár tulajdonítjuk. Sneak into. Úgy sznékelj ebbe, hogy ne legyenek észre? Jó az. Megcsináltam. Sikerült! Mi volt az? Gyermet észre? Milyen Ranger? Faszomat tele. Mi vett észre? Ne vegy észre. De se vegye észre! Mindjárt kiránduljál hazafele. Uh-huh. 25-25-ös szinte a Bruce? Elég kicsi az amúgy. Level 25-ös a Bruce.
Elég picurka, ha ez tényleg a blues amúgy, ha már persze, ez tényleg az. De ez nem ő az. Ez csak egyik, ez egyik társunk amúgy. Vagy nem? Annak kell legyen. De az az. It's all right. It's all right. Easy. Easy. Szabad vagy, barátom? Most már. Mert a mennyegző. Jó, azt hiszem, hogy tud beszélni rendesen magyarul. Magyarul? Angolul. Can you walk? Habsnán trupat, brusrakban, rakernán. Köszönöm. De megért minket. Ha már most tud bent beszélni angolul, akkor... Na. Te lesz az a társam, a pajtárs, akivel megbaszalincsuk a drága Bruce-t. That makes two of us. Now to make an example of Bruce. An example all of Mordor will remember. A Moldon hívtak minket Rangernek, most már ilyen Grave Walkernek hívnak inkább minket. Na. Tehát fussá, ez az. Nyomorosni. 40-es? 40-es szintű a Bruce. Jézusom. Tényleg elég kemény lesz akkor. Ezek úsna lehet támadni, Fire-rel meg Beast-ekkel lehet még támadni. Nem őt akartam, őt akartam. Az csodás volt. Itt legjobb támadni. Nem igazán tudnak beavatkozni a többiek. Csak kevésbé. Az... Megbaszott. De milyen? Mert kb. Idő sincsen reagálni. Hát hogy az Istenbe? Hát szia, Sasuke! Üdvözlök konkrétan a streamnek a végén lassra. Ne! Most fogok meghalni. A fehér kellett volna. De se baj. Az örülök, hogy itt vagy. Csatlakozol köreinkbe. Még csak egy kicsit is, de itt vagy. Ez a fontos. Wow! Az meg hogyan Istenbe kapott el engem? Hát még el is gurultam. Verjem bele. What? Aztán aeroproofos. És a szaj, hogy izélem, lövöm. Mi van? Még egyszer elkezdett velem izélni? Pofászni? Ez alkalommal másodjára. Ez az! Gyerünk! Gyerünk! Te már az enyém vagy. Ott van! Worse than death. És direkt nem end itt. A direkt lesémeljük. Most inkább worse than death-eljük. Ranger!
És mondtam, miért rossz, mint a halállal. Mondtam, konkrétan megbolondítjuk, megbolondítottuk. Elveszük Bruce eszét konkrétan ezzel. Teljesen egy ilyen agymosott, degenerált fogyatékossá tettük az embert, az orkot. It's almost like he's talking. Beszélt mi rosszabb, mint a halál. Thank you, Ranger. Gravewalk. Now, thank you, Bright Lord. We are even. I don't want the fort. I don't want the fort. I never wanted the fort. Is that Bruce? You broke it. Kicsit megbolondult. Megtörtük. I'd rather die than live like that. That's the point. Come on, Ranger. Let's get out of here. She's giving me the creeps. You're a cruel one, Gravewalker. No. Tudsz te beszélni, ha akarsz? Now every orc in Mordor will think twice before challenging us. Ez így van. Oké, okay, hogy ezt most megbontottam. Most lehet a lehetőségem arra, most már azt ezzel le is ment a szintje egy picikét, azt hiszem, hogy jó, sokkal jól tudom. Csak most lehet a lenne lehetőség. Most mindenkinek meg tudom ezt tenni, akár bárkinek meg tudom ezt tenni, akár. Worse than death felem, de most nem akarom. Szóval megteltem azt, hogy most megölöm ezt a pluszt, meg kellesen azt megölöm. Vagy szépen bedominételem, és most már ténylegesen agymosodtan, és most már az én oldalamon fog állni. Szóval többet nem fog elárulni minket. Hol is van amúgy? 28-asra le lehet véve. Úristen! Hát pénzéken majd fel kell vinni tornázni, mert ez egy gyenge. Amúgy... De se baj. Na ez kell nekem. Ennyi? Ez lehetetlen, hogy csak ennyi van. Assaultly leader. Hát nem csak ennyi volt. Hol a többi? Ezeket nem rakhatom be, hogy mi? Mert most ilyen azért Walshi fel van egy ilyen, nem az, hogy segítségbe. Ó, oh, de jó. Tehát ezt majd meg kell csinálni majd külön. Ez így abból, hogy nem engedi ezt. Csak őt enged. Mert rohadt gyenge, amúgy. Árcserek. Ilyen tüzes árcserek, jól lesznek azok. Mindig gyengébb, mert ez a 12-es szint az egy gyenge, ez nem tudom mit kezdeni. Valamiket felnőjük, hogy hát esetleg majd ezt szépen oldalunkra csábítjuk, aztán majd berakjuk az 18-as helyére. Meg őt is szeretném, a Bruce-t is szeretném berakni, mert őt szeretném majd előrébb helyzetbe rakni. Elnyősebb helyzetbe rakni. Jó. Akkor ez megvan, fasza. De jól tudom, már is ennek is utolsó van ezzel amúgy. Szóval már kb. Tényleg már csak ilyen nagyon kevés küldetés van hátra. Szóval kettő. Talán elterjedt questekből talán van három vagy négy. Ebből a Karnamból meg talán egy vagy kettő, de szerintem ez az utolsó. Ha jól emlékszem, az utolsó volt. Szóval már... Most csak a főküldjére koncentrálnék a következő streamben, akkor szerintem befejeződne már a jövő... a csütörtöki streamben. Az alap game. De mi, hogy az alapból a következő streamet a Gorgorothnak az elfoglalásával fogom tölteni, fogok foglalkozni, aznak a erődnek az elfoglalásával, ezért hát nem tudom, hogy meg lesz-e, ha meglátjuk. Attól fogjuk mennyi gyorsatunk hagyni a fősztorival. Na de, én már most befejezem, ne haragudjatok srácok, most egy picit hamarabb befejezem a streamet, mint szokásom, de
Ne csörögjetek, srácok, mert holnap tovább fog tartani. Ha tovább fog tartani, miért? A hamdragomból lesz azért. Meg be akarom fejezni, és végig akarom tolni a teljes... Mi a szart? Teljes Frieza szagát végig akarom tolni. Mi, hogy még a Ginyu Force-ból még a vége van még hátra, aztán még a teljes Frieza szagát meg kell csinálni, és hát hogyha most beleraknak még külön ilyen melléköltéseket, meg ilyeneket, akkor még pláne, hogy azzal el fog menni egy jó idő. És szerintem tudod, lesz majd a Ginyu Force után, meg a Frieza megjelenés előtt valami, amivel így le lehetne húzni az időt. Na de, addig is. Holnap találkozunk, srácok. Új szagát kívánok mindenkinek, és akkor addig találkozunk holnap. Addig is. Sziasztok!